Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Hát sziasztok, jó reggelt. Ja, gyerekek, hát nem mondom, nem te Héli Muslufit szívtam volna, de mégis mély lenne hangom, nem? Nem mondom, hogy a helyzet csúcsán vagyok. Szóval, igen, itt vagyok. Nagyjából ezt mondani. Gyerekek, elkaptam valamit, de hogy csak azért jöttem be, ugye, mert nincs a Feri, én a nagy, ne jöjjön be senki, aki beteg, tudom. Mindig ezt tolom, de ugye hát Ferencünk elment, nem viseltem volna a szívemben, ha ma itt egyedül vagy nem jössz, vagy nem hát tudom. Hát igen. Megküzdöttem magam, olyan lázas voltam éjszaka, hogy rántott át lehetett sütni a homlokom, hogy annyira kemény éjszakám volt, hogy az elképesztő. Rájöttem, hogy lehet, hogy skarlátom van. Egyébként simán lehet. Már én is mondani akartam a múltkor. Bocsánat, mert a vért köpök jobb egyébként, tehát már jó, várjál. Nálam még van-e valahol tiszta zsebkendő? Vagy már átvéreztem. Vagy itt a kávé, majd már is. Nem, a kanaladat legyen, nem egyszerre lehet. Szóval, hogy állítólag az van, hogy az ovikban most, akik kaptak skarlát elleni oltást, azok lábon kihordják egy pici kis futólázzal, és aki viszont nem kapott gyermekkorában, az a szülőre átmegy, és akkor viszont az lehet, hogy elkapod. De annak az járna pöttyel, nem? A skarlát az nem ilyen pöttyös dolog. Hát lehet, hogy a pólód alatt van. Ja. Vetkőzz le, nézzük meg, forgassunk meg. Zuhanyoztam reggel, egyet találtam a makkomon. De próbáltad ki nyomni? Nem, ez egy gyíres pöttyfő, de az viszont 20 éve ott van, mert egyszer becsíptem egy ajtókinicsbe. Úgyhogy azzal nem nagyon foglalkoztam. Hát egyébként simán lehet. Simán lehet, hogy akkor skarlátos vagy. Igen, remélem, hogy nem, de ilyen szájmaszkkal menjetek távolabb, én nem megyek senkihez, ülök egy helybe, izzadok, szaunázom, és várom, hogy túléljük ezt a napot. Nem tudom, meddig bírom, de toljuk aztán. Uh-huh. Ha 9-kor tényleg végleg elmegy a hangom, akkor maximum elbúcsúzunk, és akkor jönnek a retro zenék 10-ig. Hogy én sem emlékszem rá, hogy skarlátos voltam. Na. Mert hogy ugye az én fiatalságom már az ipari forradalom idejére nyúlik vissza, de hogy így én voltam skarlátos, ki tudom, meg kéne a nővéremtől. De... Állítólag előbb jön a láz, meg minden, és igen? Utána később jön a pötty. Aha. A láz után. Aha, ma reggel nagyon tüzetesen átvizsgáltam magam, de egyelőre semmi. De semmi extra. Egyelőre semmi. Tudod, az a fajta láz, ami annyira fáj éjszaka, hogy fordulsz egyet az oldaladra, tudod, és amikor leszakad a derekad, fáj a hátad, fáj a nyakad, és hirtelen ilyen teljesen váratlanul különböző izompontokba így benyilal, tudod, de így nem érted, hogy miért ott, csak így jajongsz, tudod. Annyira szenvedtem, hogy én tudok is egyébként, nagy szenvedés vagyok, de annyira durva volt, hogy 1 óra 20, 1 óra 35, 2 óra 10, 2 óra 30, és így nézed az órát, igen. És vár ennyire, és azt tudod, amikor várod, hogy madárcsiripelés, már 3:30, már csak 2 óra. Dereng az égolja. Jó, nem? Hopszi, nem rossz. Jó, állisnak az a teszivacsot, de utána inkább égessük majd el. Ezt többet ne használjuk. Figyelj, olyan nincs, hogy ha már valakire esetleg átragasztottad, akkor az úgy kifogyott. Tehát olyan, mint hogyha tár kilőtted, utána üres, mert akkor azt javaslom, hogy dörgölsz már bele egy zsűrbe. Jó, hogy neki otthon nincsen gyerek, érted? Tehát azt mondod, hogy ha egyre átmegy, akkor nem tudok többet átadni. Tehát egy ember tud megfertőzni. Így van. Gyere ide, hát 10-ig el vannak vele, ahogy hívják a vírusok, aztán én már úgyis lépek haza. Skarlát ellen nincs oltás, írta az én drága jó édesanyám. Akkor hát bárányhimlő. Ezt írta? Jó, de nem, azt írja meg, hogy mi ellen nem oltatott. Mit nem kaptam? mit sumákoltunk? Kezdj a csokolom. Kezdj a csokolom, mit nem kaptam meg? Na mindegy, szóval, hogy... Hát figyelj, de nyugodtan ilyenkor otthon maradhatsz, én legfeljebb akkor 8-ig bezárkozom a stúdióba, a Zsülle, leadunk egy pár mesinhedet, ez a Lady Dyingot meg Soulflyt, utána 8-kor rám rúgják az ajtót, és már többet nekem se kell jönni. Igen, de 6-8-ig kirúgatod magad, Feri, Szabin, neki már nem kell visszajönni, 9-re a komplet stábbal meg vagyunk. Meg is vagyunk. Kész, 4:10-re mindenki otthon van, és nem, egyszerűen be kellett küzdenem magam. Tehát nem hagyhattalak egyedül. Na, azt éreztem, hogy ott van a kis Jani, ott ül, nézi az órát, Bali sehol, 6 óra 4, 6 óra 8. Nincs Jani egyre riadtabb, néz, balra néz, jobbra, eszi a kis uborkát, és azt mondja, hol vagy, Bali? Igen, faj a kis jogkutyát. Faj a kis jogkutyát, ezt nem tehetem meg. De most hol lehet? Be kell mennem. Hol lehet? Figyelj, nem tudom, hogy a mennyi idő alatt tud idejönni a Feri Bongiornóból, de szerintem hozzuk vissza. Hát biztos, hogy Judit, hallod, maradj itt, vissza kell mennem, Balázsban. Leülne a két bérelt autóba, és eljönne egészen, igen. Mert hogy ők ugye repülővel mentek, és autót béreltek. Tehát ő a bérelt autóval tud átszáguldani. Na mindegy, a szép ebben az, hogy egyébként vasárnap meg forgatok 5 adást. Tehát itt azért még vannak finomságok, és még hétfőket szerdán. Tehát ezért ezek ilyen nyalangságok, úgyhogy nem tudom, hogy egyelőre mi lesz. Most nekem ezek a forró italok, ezek mindig segíteni szoktak. Igen, most igen, amikor fázom. De egyébként jó, azért, mert nekem meg annyira melegem van, hogy...
De jó hangom. Hárommal, most volt egy ilyen, 3 vagy 4 héttel ezelőtt egy ilyen, hogy éreztem én is műsor vége felé, hogy valami itt nem smakkol. Hazamentem, 2 ilyen itallal meg egy kis mézzel helyre rántottam magam. Én is ott éreztem, hogy ott könnyen lehet, hogy le fogom dobni a láncot, de aztán mégse. Ezek nekem működni szoktak. Aztán nem tudom, hogy nálad most mi van. Meg hát nálunk már, ugye hál' Istennek, már a gyerek már kinőtt ebből az oldáskorból, hogy 11 évesen már nem nagyon cipel haza semmit. Igen, a legszebb SMS elkapcsolok, mert elkapom. Tök jogos egyébként, fő a biztonság. Jó, akkor most leköglök. Nem olyan vagyok, mint valami lázóhányos. Nem olyan vagyok, mint valami fönt a hársa, egy ilyen tüdőgondozóban, tudod, ilyen, hát nekem már csak 1 éven van, gyújtsunk rá egy cigre. Na mindegy. Pedig annyi mindenünk van ma egyébként, annyi rengeteg mindenünk, hogy tele vagyunk. Tehát Szújómacit hívjuk 9 bizony után, addig eljutunk, hogy mégis mire lehet számítani. Szerintem évtizedek óta nem volt annyira izgalmas Forma 1, mint ami most lesz. A Red Bull haldoklik, a Fettelik örülnek, ha körbeérnek, esélyes a Merci, mit csinál a Ferrari. Nagyon-nagyon izgi. Rettenetesen komoly sztorik vannak egyébként. Az egyik ilyen sztori, amiről mindenképpen akartam beszélni, egy sportvonatkozású dolog. Én nem vagyok nagy kézilabda fan, de volt egy esemény, amire én is felfigyeltem így az elmúlt héten. Ugyanis az történt, hogy a múlt vasárnap a döntetlenül záruló női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés utolsó másodperceiben a Podgoricának az egyik játékosa, Milena Knežević, visszalépett egy picit, hogy egy fejjelés erejéig feltartsa Görbicanitát. És féljetek, ha láttatok már a sportpályákra nem való a fair play szabályának semmilyen szinten meg nem felelő brutális akciót, akkor ez az volt. Tehát gyakorlatilag egy támadás végén voltak, amikor ő gondolt egyet, visszalépett és pif, teljes erőből belefejelt Görbicanitának az arcába. Atya úgy, Isten. Hogy... Leléptették, vagy kiállították? Hogy, nem, mert hogy a bírók egyébként nem is észlelték a dolgot. Jé, de hogy lehet egyébként? Hát van ott 3 bíró. Ketten voltak, de úgy egyébként egyikük sem ezzel volt éppen elfoglalva, nem látták már, és hát Milena nagyon rutinos kézilabdásként. Egyébként a világ egyik legjobb játékosáról van szó, tehát a sportkvalitásait azt nem kérdőjelezi meg senki, csak éppen mondjuk így, én azt gondolom, hogy ez a fajta viselkedés ez azért nem a sportpályákra vagy parketra való. És amikor ő észlelte azt, hogy ebből még bármi is lehet, gyorsan eljátszott ő is a nagy halált, tehát hogy lefeküdt a földre, eljátszott, hogy hú de fáj valamilyen, mert hogy valami történt, a biztonság kedvéért. A csaj, aki lefejelte? Igen, még rájátszott egy picit a dologra, hát ha még a végén az Anitát fogják leléptetni, emiatt a dolog miatt. De annyira brutális volt az egész szituáció, én visszanéztem, vagy 5-6-szor nem hittem a szememnek. Tehát ehhez képest mondjuk, amikor Zidane mellbe elfejelte Materazzit, ugye emlékszünk erre az esetre, igen. Hát az gyakorlatilag semmi nem volt ehhez képest. Ott Materazzi azt kérdezte, hogy mi van Zidane, nem vagy Vidán. Egyébként körülbelül erről. És hát mi lett a következő? Mindenki azt hitte, hogy itt valami örökös eltiltás, vagy itt tudom én, 1 évre eltiltás felfüggesztve, vagy kap 5 meccset, vagy valami, és akkor viszontlátásra a Bajnokok Ligája. Itt ebben az esetben 2 meccses eltiltás, tehát gyakorlatilag a Bajnokok Ligája döntőjében, majd májusban, akár még játszhat is alá. Aha, hát ez néztem, nem szép. Néztem tegnap a fórumokat, hogy mit szólnak hozzá azok az emberek, akik ugye velem ellentétben hatalmas kézilabda fanok, és nem csak így olvasgatják a dolgokat, hanem értik is, látják és nézik is. Hihetetlen, hogy milyen viharokat kavart, egyébként teljesen joggal. Ez a kézilabda egyébként egy nagyon durva sport, de vízilabda, tudod, ilyen kis helyes csajokat rohangálnak, hogy annyira gyilkolják egymást ott a falon belül, meg a víz alatt, amit nem látsz. A kézilabda, meg vízilabda, ez egy két legdurvább sport. Nyilván kőkemény sportról van szó, egy jó, hát ez még a nők között is, de hogy ez a fajta stílus, ez szerintem semmilyen szinten nem fér bele. És főleg úgy, hogy mit tudom én, tehát hogy egy-egy ilyen durvulat után adott esetben egy labdarúgó pályán, basszus, 3 meccsre minimum eltiltják, vagy 5 meccsre, vagy akármi. Igen. Hangsúlyos, igen, tudjuk. Beteg vagy, jobbulást kíván. Mire szeretek. Tudom, amikor azt hiszed, ülsz a kocsim, és azt hiszed, hogy úristen, te is elkapod. Igen, hát ez durva, de megnyerték a meccset, legalább én kézlabdát nem nézem. Nem, ez döntetlen volt. Ez döntetlen volt. De ugye 4-es döntőben már benn vannak. És hát ott ugye megint fognak találkozni a pályán valószínűleg, tehát hogy érted, hogy ott lehet a döntőbe. Tehát ilyenkor azért az embernek így megfogalmazik a gondolatába, hogy na miért pont 2 meccs? Igen, abszolút. Abszolút. Hogy merre lejt a pálya. Igen. Michelin díjas lett egy újabb magyar étterem, gyerekek. Hát ez egy óriási dolog. Igazából nem csak azért, mert hogy ezt egy bizonyos réteg engedheti meg magának, és azon túl mindenki ki van ebből zárva, itt nem erre kell gondolni, persze nyilván sokan nem mehetnek el, hanem ez egy világhírű dolog.
Imáron ugye a harmadik éttermünk az, ami megkapta a Michelin csillagot, és ez turisták áradatát, gasztroturisták ezrét jelenti, akik jönnek ide. És hát elindult valami olyan forradalom, ami egyszerűen fantasztikus. Tehát ugye az Onyx és a Kostesz után most már a Borkonyha is Michelin csillagos. Én mondjuk egyébként sem jártam, de biztos nagyon jók. Hát nagyon, egészen más fajta dolgot csinálnak persze, tehát nem a rántott hús leló a tányér széléről, de más, tehát egy hihetetlen dolgokat találnak ki. Nyilván meg is van az ára. De hogy azért ez mekkora dolog, nem? Hogy pár évvel ezelőtt még semmi, hatalmas. És egyszerűen három Michelin csillagos étteremmel már felkerülünk a gasztró térképre, jönnek turisták, itt lesznek, be van jelölve a térképen, szóval hogy azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly felzárkózás. Nyilván hétköznapi embert kevésbé érinti, de azért mégis az országunk jó hírét viszik. Úgyhogy beszélünk majd a Sejfeli sétóra után, hogy meséljen erről egy kicsit. Nyilván, hogy kapják meg egyáltalán, hogy megy az őr, meg ők felfedi-e magát, meg ez egész annyira izgalmas, nem? Meg azt mondják, hogy annyira hatalmas megtiszteltetés ez a dolog, meg hatalmas dolog, ugye, hát a Bajtel is mondta, hogy gyakorlatilag a harmadik magyar étteremről van szó, akik megkaphatták, ehhez képest ugye rengeteg jó étterem van azért az országban, hogy amikor felhívták a séfet, nem hitte el, azt hitte, hogy valamilyen tréfa, hogy valaki mókázik vele. Felhívták, és mondták neki, hogy akkor megkaptátok a Michelin csillagot. Igen, persze. Igen, van. Igen, csináltak róla egy videót, és mondták, hogy de megkaptad, jaj, ne, de tényleg megkaptad, jaj, ne csinálj, mert nem hitt el. És elzavarta az operatőrt, akinek ott volt a kezében egy okostelefon, és az okostelefonon volt benne a hír, hogy ugye ott azt már kihirdette a bizottság. És... mindegy, fia, töröld ide a vért. Kihirdette a bizottság, és... és tulajdonképpen így tudta meg, de még amikor megmutatták neki, hogy te vagy, akkor sem akart elhinni. Nagyon, nagyon helyes. Úgyhogy hívjuk őket majd 7 óra után beszélgetni velük. Ez lesz. Játékunk elment, ugye? Elment? A súnyán rajtam tegnap, igen. Hát tudod, tegnap volt a kutya, aki elrohant a protkóval, és azt nem bírtam idegekkel. Ja, hát igen. Azt nem bírtam idegekkel, az volt a baj, hogy ezt ne... Panka Pincser. Panka Pincser, ugye azt hiszem talán Irén volt a játékos, és ugye Irén elmondta, hogy ő már egyszer játszott velünk, csak kiesett a foga a szájából, és a kutya elrohant vele. És most szeretett volna revansot venni, és azt mondta, hogy egy bottal tartja távol most a kutyát magától. Ez nagyon szórakoztató játék volt. Én annyira szeretném, hogyha lenne egyszer egy olyan best of-unk, amikor elmenjünk valamikor szabadságra, amiben csak játékok vannak. Mert hogy egyébként simán össze tudnánk rakni már egy olyan 4 órás műsort, ami semmilyen tekintetben nem maradnál az összes többi műsor mellett vagy mögött, mert hogy egyszerűen szenzációs volt. Tehát, hogy olyan meglepő és váratlan szituációkba keveredünk bele időről időre, hogy hihetett. Na, ez is pont egy ilyen volt. Szenzációs volt, igen. Fél perc után ki is csinált minket. Úgyhogy hát oda hetünk. Egy nagyon szép szépítése, még jók lehetünk, de tulajdonképpen egy nyomorúságos 3-2 az, amit be tudunk ezzel húzni. Ha 4-1, az meg aztán igazán ciki. De ma Janira szálljatokra inkább. Ja, persze, mindenképpen rám jó, de... Persze, lehet nyilván a beteggel is játszani, csak... Így van. Csak én azt nem érezném nektek, túl könyörületesnek. Mi is időnként ezért játszunk 8-9 éves gyerekekkel, nálunk ilyen itt most nincsen, talán csak méretben, viszont itt van egy beteg srác. Szálljatok rá a gyengére. Szálljatok rá mindenképpen. Jó, hogyha most be akarjátok húzni a pontot, akkor támadjatok be a gyengét. Viszont gondoltam rá tegnap, mert hogy fönt az interneten találtam egy nagyon jó kis applikációt, a te viszonylag elavult telefonodra jó lesz, hogyha gondolok, akkor mindenképpen vedd meg. Meg beszéltünk egyébként arról a múlt héten, hogy igyekszel mindenféle új dologgal feldobni a reggeleidet, mert hogy ez a változatosság, ez így tök jó. Mert ugye az ember ugye mindig ugyanazokat a rutinokat csinálja végig nap, mint nap, hogy így utána azért bele lehet szürkülni. Na és ennek az alkalmazásnak az a lényege, és a te iPhone-odra való, hogy szalonna illattal ébreszt fel. Rá lehet dugni alulról a telefonodra, és nem csak hangot játszik be reggelenként, és nem csak egy hanggal ébreszted magad, hanem egy illatot is. Tehát, és tud több illatot, amit kispriccel magából? Lehet igen. Vásárolni. És egy frissen szedett szőlőillatra akarok ébredni? De az se rossz. Az is benne van? De annak szerintem nincsen illata. Hát ne, azért mondani akartam valami nagyon különlegeset. Te tud 4-5 illatot, és beállítod magadnak, hogy mire akarsz kelni? Igen. Mutatom, hogy néz ki a kis szerkezet. Egy alulról szépen rá lehet csatlakoztatni a készülékedre, és az adott pillanatban, itt tudom én, 4 óra 25 perckor meghallasz hirtelen sercegés, szalonás sercegést, és néhány másodperccel utána már érzed a békennek az illatát. Ez menő. És utána hogy töltöd ezt? Elviszed egy ilyen szakfeltöltőhöz? Vagy igen. Vagy ez kifogy, és akkor ez ilyen patronszerű, gondolom, igen. Nem? Hát gyakorlatilag ugyanolyan jellegű lehet, mint ezek a toalettekben található ilyen kis mozgásérzékelős illatosítók, hogy egy adott pillanatra kinyomja az illatot belőle. Tehát, hogyha békön illatra akarsz kelni, akkor békön illatra. Az menő. Így van. Te milyen illatra kelnél, vagy mi az, ami jó? Nekem ez a frissen sült péksütemény, ez mindig nagyon betalált, és nem feltétlenül az édes illatok,
Én annak idején, amikor középiskolás voltam, és jártunk ki a vezérútra gyakorlatra, akkor a mi gépész tanműhelyünk mellett volt egy pékség, és egy pék tanműhely is, és amikor mi nagyon korán bementünk oda, minden reggel ennek a frissen sült sós óriás kiflinek az illata fogadott, és én azt imádtam. De az milyen jó is, még meleg egyébként. Nagyon igen. Jó. Aztán megéreztem a gép zsírit. És ott álltál estig, igen. Na jó, van. Fejet reszelve. Oké, okay, Bali, te már a hétvégi havat sem fogod látni, de Szala, köszönöm szépen. Egyébként jönnek a hófelhők, úgyhogy ez a nyerési lehetőség engem nagyon lázban tart. Vigasztaljon ez a 10 rugó. Fogadásmániás vagyok, már nagyon a hóesésre is. Majd elő. Igen, ne gondolj, hogy a nyári gubi cserél. Írja Szala, tartós nejet, ne vegyek, köszönöm szépen. Hát jönnek a jó kívánságok, abszolút. Igen. Na jó van, fél hét van, tessék jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, jó, aki szeretne velünk játszani, megteheti, még egy utolsó ajándékcsomagot be lehet húzni, persze mindent megteszünk, hogy ez ne így legyen, mi pedig jövünk a hírek után, ezt a kemény szoftrokkot, azt a minden segít neki. 10 perc pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, Hooligans volt, mi pedig itt vagyunk, és ugye jelen pillanatban 3-1-re vezetnek a hallgatók, ugye? Igen, de még, ja nem. Már mit akartam? Na, tudom, ja, de hát nagyon nagyot kéne csalnunk, igen. Sokaknak feltűnne. 3-2 még lehet jelen pillanatban. Próbálom magunkat vigasztalni. Úgyhogy itt van a játékos, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Katica Szia. Vagyok. Hello, Kata. Kati, Kata, melyik? Katicát szoktam használni. Katica, az is jó, honnan hívsz minket? Budapestről, aha. És mit csinálsz, dolgozol már, vagy? Igen, dolgozom, egy egyetemen dolgozom, és admin vagyok. Mi vagy? Gazdasági adminisztrátor. Aha. Jól van, oké. Kivel szeretné játszani? Janival. Megtisztelő. Köszönöm szépen. És hogy vagy, Balázs? Hát jól, köszönöm a helyzethez képest, jól. Na jól lesöpörtél az asztalról. Már hátam utána, mindjárt játszott vele. Jó, nem vagyok helyzet magaslatán. Ilyen pillanatban. Hát egy kicsit izgulok én is, úgyhogy hát mindent bele. Nem lesz gond. Jó. Veszek? Nem lesz gond. Nem lesz gond, hát reméljük. Na, 3-2-1, és tessék. Katica az önálló név? Vagy becézett? Önálló név? Én adtam saját magamnak. Ja, a személyedben is ez van? Tessék? A személyedben is ez van? Ez a név? A személyemben más név szerepel. Uh-huh. Mi? Kis Katalin, 2 szem. Tudtad, hogy szeretem a Katica nevet? Mert szeretem, nagyon. Tudtam, hogy szereted a Katica nevet. Kérdezhetek, Jani? Persze, parancsolj. Szereted az édességet? Kedvelem. Sőt, imádom. Te is szereted? Természetesen szeretem. Mi a kedvenced? Az édességek közül milyen édességeket részesített? A csokoládésokat. Szereted a csokisokat? A trüffel a kedvencem. A legnagyobb kedvencem. Nagyon szeretem a csokoládékat. És a trüffeles édességek is nagyon finomak tudnak lenni. Akkor jó. Jó van, Katica. Jól van. Ó, de lehet, hogy itt izgultam, remélem, hogy mondtam sehol egy rosszot. Nem, legalább. Sem hallottuk, de mondjuk én elvesüget vagyok, mert... Így van, mert a skarlát a fülére ment. Sajnos igen. Az a baj, hogy egymás után támadja meg a szerveket, és egyre rosszabb a helyzet. Igen, már csak olyan tobban homályosan látok, nem hallok semmit, csak próbálok olyan izájára olvasni. Átalul a mikrofon. Igen, Katica. Jaj, de jó. Bizony, megvan az ajándékcsomagod. Jaj, és nagyon örültem, hogy játszottam veletek. Na. És imádom a viszont, szupi. De aranyos, hogy köszönjük szépen. Akkor is ezt mondanád, hogyha nem nyertél volna? Természetesen ezt mondanám. Mindig hallgatlak titeket, már nem is tudom, több mint 3 éve, az szupi. De jó. Ez nagyon klassz. Szeretlek titeket. Mm. Meg jó pofák a cikkek, viccesek vagytok. Nagyon-nagyon szeretem. Jó van, se nem kell nyalni. Nem azt tettem. Köszönjük szépen, drága vagy, figyelj, küldjük az ajándékcsomagot, nagyon klassz kis dolgok vannak benne, az Owen bácsi, azt nézem, vagy a fekete-fehér egéralátész, és bögre és pasztartó, ez bizony. Így néz ki. Jaj, vagyok, szupi, új bögre, új egéralátét.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszi a játékot. További szép napot. Sziasztok. Köszi, ciao, hello. Szia. Aranyos volt. Ez, jó játszott, kerülgettétek egymást, visszatámadtál, szúrtál, hárított, vágtad, megsebezted, érzed. Mindent. Így éreztél. Így van. De aztán végül ő volt az, aki torkon döfötte. Igen, és ez megszúrt is. És igen. Ez lett a vége. Hát akkor 4-1. Hát akkor 4-1 alakult. Azt a mindenit. Mindegy. Figyelj, viszont köszönöm szépen, hogy skarlátos vagy, mert hogy utána néztem a dolog az internetre. Még lehet Bárányi Blős. És egy csomó ügyinformációval gazdagoltam. Meg kell majd néznünk például a nyelvedet, mert málna nyelved van, ha tudom, megnéztem vagy. Én is, a Viki mutatta, ilyen pici apró pöttyök. A skarlát, más néven vérvörheny. Igen. Nagyon barátságos neve van. Igen, nagyon barátságos neve van, viszont a skarlátos vagyok, és ez a elkövetkező 1-2 órában kiderül, mindent megteszek, hogy megfogjalak is hozzádérjek, és oda dörgölözek hozzá. Az van, hogy igazából ezt nem is kénytelen leszek végigcsinálni, még mert hogy egy hét a lapongás ideje, azt is megnéztem. Tehát én egy hét múlva pénteken leszek majd beteg. És akkor igen, megnéztem, egy pár napig láz, és utána viszont meg már jönnek a pöttyök. Így van. Uh-huh. Viszont papillázott lesz a nyelvem. Az és ennek, ez a málna nyelv. Az a málna nyelv? Így van. Azt mondja, hogy figyelj, mondom, aki most reggelizik, az ne figyelje, vaskos véres lepedék fogja ellepni a nyelvedet először, és annak leválása után erősen papillázott lesz a nyelved. Mi ez, hogy papillázott? Málna nyelv. Ja, málna nyelv. Ilyen kicsit, uh-huh. ilyen kis lukacsos. Óránként csekkoljam a nyelvemet, hogy korlátom van-e? Jó, megnézem. Most megnéztem, most egyelőre még nem láttam pöttyöket. Jó. Jó. Na, 4 perc, pontosan 7 óra, lehet jelentkezni majd az Óven bácsi Berulénire, de az még nagyon messze van, csak már most persze, mondom. Hát aztán jövünk vissza, én is málna nyelv. Jövünk nem sokára vissza, itt vagyunk a hírek után. 7 óra, 10 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Ez a fura hang, ez én vagyok. Ez hozzám tartozik, ez én vagyok a tulajdonos ennek a hangnak. Hát skarlát, nem tudjuk, hogy mi, kicsit a lassabb a tempó, vagy talán nem jön úgy, mint minden, mint ami szokott, akkor az csak azért van, mert picit belázasodni látszottam az éjszaka, de beküzdöttem magam kis barátomhoz, akit nem hagyhattam egyedül a bajban. Ennyi. Ez a srác ilyen srác. Még egy ilyen srác nincs. Úgyhogy itt vagyunk, tartjuk a frontot. Lehet, hogy ma kicsit előbb véget ér a műsor, ha elmegy a hangom, de ebbe egyelőre próbáljuk rendületlenül csinálni. Nem állok túl jól egészségügyileg. De rendszeresen szellőztetünk, illetve én 2 megszólás között hipóval kimosom az orlukaimat is, hogy nehogy elkapjak valamit. az biztos, hogy nagyon jó dolgokat írnak a skarlátról. Ha skarlát, akkor a legkönnyebben fertőző betegség, nem csak a szivacsodat kell elégetni a mikrofonodról, hanem az egész stúdiót ki kell fertőtleníteni, mert mindenki az lesz. Igen, hát ugye csak azért jöttem, mert nincs a Feri, én se vagyok a másik megfertőzésének híve, de hát nincs Feri, úgyhogy egy emberben mégse lehet azért a gátom. Illetve azt is írja a kedves hallgató, Melinda, hogy 6 hetes karantént rendeltek el az óvodában náluk, amikor skarlát járvány volt. Az marha jó egyébként, mert akkor viszont minket innen nem szabad kiengedni most 6 hétig. Igen, ez a kérdés, hogy nem mehettél be az óvodába, vagy nem mehettél ki az óvodából. Hát igen. Ha valami történik, saját halottja leszek, akkor azt felmennek, vagy nem vállalják, nem? Mondom, hát, drágai temetés, nem? Nem hiszem. Meg nem temetés lesz, hanem égetés. Csak itt hátrahúznak a metalláknak a bizébe, igen. A buxusába ide hátra, leöntenek minket egy kanna benzinnal, aztán mint készen. Indiában Varanasziba, tudod, elégetnek, itt fölraknak, az egy utcára belőnek. Igen. És egy tüzes nyillal belém lőnek, aztán lefolyok szépen. Csak valószínűleg picit közelebb van a Ganges, mint ide a Duna. Igen. Nagyon helyesek vagytok egyébként, kapunk sok SMS-t, hogy jobbulást. Na, azt mondja, hogy van a közlekedési híreink, Műszaki hívás kamion vesztegel a 85-ösön a MOL benzinkútnál. Szerintem az a utat nem nagyon tartja föl. Aztán az 51-es úton a Mátkói, vagy Matkói nincsékezett lefordul előtt, mérik a Kecskemét felé érkezőket, ez Gyula küldte nekünk, köszönjük szépen. 3. körlet Szentendrei úton a Lidl áruháznál stoppos rendőrök, ez pedig Kegyus írta nekünk. Na. Azt mondja, hogy Michelin csillag, ugye, hát ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ez egy annyira zárt és kevesek számára érthető dolog, hogy... Hogy váltsuk is témát. Hogy igen, hogy ez mégis egy étterem, hogy kapja dolog. Meg, mint kapja meg, hányszor jönnek a Michelin csillagos ellenőrök, kik döntenek arról, mi van, ha éppen nem jó napjuk van, mennyire szubjektív az a döntés. Ugye tulajdonképpen amiért foglalkozunk ezzel, hogy már a 3. étterem Magyarországon, ugye Michelin csillagos, és ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Jobb egy olyan országban élni nyilván, ami már ugye fönt van a gasztrotérképen, és ahol elindult egyfajta kulináris fejlődés, hogy egyre jobb helyek vannak Budapesten, vidéken, Fehérváron, nagyon-nagyon sok klassz hely van. Na, ebbe kössenek be a hollandok! Na ezt mondják, hogy már több, igen, több Michelin csillagosba is ehetnek. És most megkapta az egyik étterem a Michelin csillagot, egy újabb Michelin csillagot, és úgy már ugye
3-ra nőtt a Michelin csillagos éttermek száma Budapesten. Ez nagyon klassz. Ez nagyon jó dolog. És ráadásul, ahogy én hallottam, meg olvastam, ennek az étteremnek a kínálat egy kicsit közelebb áll egyébként az átlagember szájízéhez. Tehát, hogy most így próbálok meg úgy fogalmazni, hogy így érthető legyen, de egyszerűen tehát nincsenek ilyen agyongondolt, túlgondolt ételek, egyszerűen csak a idézélve egyszerűen a fantasztikus minőségről van szó. Hogy zárik vajon, majd mindjárt nyilván ezt elmondják szakavatott emberek, de hogy beül egy ilyen marcoknak kinézetű, kicsit mindent lefitymáló, jegyzetelő ember, és akkor megeszik mindent a Michelin bizottság számlájára, majd a végén felfedi magát, kicsit még ott körbe szimatol, és aztán elmegy. Felhagyja a kabátjának a hajtókát, és mögötte van egy Michelin csillag. Igen, vagy mi az ellenőröket, csak felhúz egy karszalagot, mikor senki nem látja. Tehát ez eleve nagyon érdekes, nem? Hogy zajlik. Hogy nem lehet rossz napja a séfnek, mert ha csak egyszer nem hozza azt a színvonalat, akkor ugye hát elbukod a Michelin csillag. Meg arra is kíváncsi lennék, hogy hány ilyen utazó ügynök van, hányan járják így a világot, hogy megtalálják azokat az éttermeket, amik kiérdemelhetik ezt a megtiszteltetést. Mert hogyha itt is vannak olyan, hogy is mondjam, csak olyan közismert ellenőrök meg ügynökök, akkor őket nem lehet felismerni például? Érzitek, hogy mit akarok vele mondani? Tehát, hogy ahogy hogy néz ki? Igen, hogy maga az ellenőr is valószínűleg... Na, ezt mondom, hogy ilyen marcona kinézető, ilyen hosszú kabátba tudod, mint a Lecsó című filmben, az a kis animációs film, amelyik patkány volt, hogy a retteget ellenőr, tudod. Mindenki tudta, hogy megismerjék. Igen, álbajusz álszakába érkezik. És a végén ő felfedheti magát, hogy gyerekek, ez voltam, még szeretnék benézni a konyhába, jól esett, és akkor majd megkapjátok az eredményt. Egyáltalán hogy tudják meg? Ajánlják az éttermeket? Tehát van... Ugye, hogy jut el? Hát nyilván nem tud egy ellenőr magától rájönni abba, vagy arra, hogy egy adott országban hova kell elmenni, ahol mondjuk jót akar enni. Nyilván ezeket beajánlják, gondolom én, ezeket az éttermeket. És akkor az ajánlások alapján választja ki a Michelin ellenőr, hogy hova menjen, nem? Meg, hogy saját magukat ajánlhatják például? Tehát mondhatják azt, hogy mi akár lehetnénk ilyen csillagosak is? Hogy saját magát jelölheti például egy étterem? Mondhatja azt, hogy nem kérem hiszem. Szépen, nem? Nem, az szerintem nem. Igen. De egyáltalán a Michelin csillagos, vagy a csillagot adó kritikusokat, azokat képzik egy evőiskolában, érted? Tehát ez szubjektív dolog, hogy neked mi finom, mi nem. Nyilván van egy csomó, hogy milyen az állaga, milyen a kiszolgálás, vannak különböző itinerek, aminek azért meg kell tudni felelni a konyhát, ha megnézik, tehát vannak alapszabályok. De mégis azért ez egy elég szubjektív dolog, hogy az neked mennyire ízlett, nem? És azok, akik odaítélik a Michelin csillagot, azok olyan étteremben dolgoztak korábban, ami már kapott Michelin csillagot? Jóval látom, téged is megfogod. De jó a kérdés egyébként. Hát nem, igen. Hát akkor teljesen szubjektív. Oda mész, igen, megítéled, persze, de hogyha te nem tudsz olyat csinálni, vagy nincsenek ilyen tapasztalatai, ők egyszerűen, ők séfek is egyben, vagy pedig csak fogyasztók? Szerintem csak ők csak fogyasztók, ők biztos, hogy nem séfek, tehát ez egy teljesen más szakma. De élhetnék Michelin ellenőr? Tehát ha most becsukott szemmel meg tudom mondani, hogy milyen országból itt ez a libamáj, meg nem tudom, akkor elmehetek kóstolni? Na most már igen, hiszen végigetted a Feri által péntekenként hozott. Tényleg, ma mi lesz? Na mindegy, ez egy másik téma. Sajtos ratatell ciklámen és köménnyel, új burgundi, nem tudom mivel. Forró ital, poros, mézes, C-vitaminos. Igen. Szóval te például jól lennél egy ilyennek. Te én téged el tudlak képzelni, hogy bemész, mindent kérsz, tehát rommá eszed magad, és a végén hozol egy korszerű, abszolút szubjektív értékítéletet. Te könyörtele lennél, biztos, szerintem. Biztos, igen. Hogy könyörtele. Tőled már a cukrászdák is félnek, bemész valahol, mindenki összerezzem. De egyébként tök aranyosak, hogy mindig van valami visszajelzés, tudod, hogy már azt hittük, hogy soha nem jössz be, a már küldeni akarunk SMS-t, hogy ide is gyere, nem értettük, hogy miért nem jössz, mindenki igen. Tudja, hogy mi vagyunk a kerületben a legjobbak. Te ilyen cukrász ellenőr lesz. Tehát te már valahova bemész, ott mindenki összerezzen. Na, mindjárt kapunk egy kis segítséget, annyi kérdés hangzott el itt, ugye, a Michelin csillaggal kapcsolatban. Itt van Horváth Tamás, a legfrissebb Michelin csillagos étterem egyik tulajdonosa. Hello Tamás, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Végre valaki ért hozzá. Igen, hát nyilván itt mi csak föltettük azon egyszerű laikus kérdéseket, amit egyébként szerintem mindenki föltesz magában, amikor egy ilyet. Ha először is gratulálunk, hát ez azt gondolom, hogy nem csak az étterem büszkesége, de az egész ország büszkesége. Hát ez egy nagyon klassz dolog, hogy harmadikként ti is megkaptátok a Michelin csillagot. Hát számunkra is fantasztikus, és elhisszük, úgyhogy én is úgy beszélek, mint ti, tehát én még én sem hiszem, én sem tudom, de majd próbálok okosakat is mondani, jó? Figyelj, a séffel kapcsolatban láthattam azt a videót valamelyik internetes portál, amikor nem akart elhinni, hogy ő kapta? Így igaz. Hát ez nagyon cuki volt. Szerdán derült ki, ami azért volt érdekes, mert hogy maga hivatalosan a könyv, ami 23 országban megjelenik, ez a bizonyos Red Book, ez a vörös könyv, ami tartalmaz ezeket a meglevő és újra
olyan értelmeket, akik kapják a csillagot, meg, a, meg akik már kapták és megtartották. Ez pénteken jelenik meg, azaz ma. És szerdán volt kint a BMW-n egy verseny a Bokuszdornak a válogatójára, hogy kiindul majd a Magyarország részéről, ami ugye tavaly a Szél Tamás ért el fantasztikus eredményt az Onyx-nak a részére. És az Ákos ott gyűrizett, és akkor jelent meg a András, hogy ezt ő elmondja, mert ő közben kapott egy e-mailt, amivel ez kiderült, hogy, hogy a borkonyam is nem csillagos. Hát ez szerintem is fantasztikus. Tehát, igen, és ugye látszik a srácon, a séfe, hogy ő már elolvassa az e-mailt, és még mindig nem hiszi el, Abszolút, tehát ez nem volt képre. Tehát az a felhívott, és azt mondta, hogy ez, ez semmi, ez nem, ez hülyeség, és... Igen, ez valószínűleg jövőre, hogy nyomozzuk ki, mert utána engem is hívott az András, és az azért jó, hogy arról nem készült ilyen videó, mert én elküldtem ilyen melegebb éghajlatra, hogy ezen elitteljen. Ez nem jó, hogy ezen ne szórakozzon. Nyomozzátok ki, hogy kitől jött a kamu. Nem biztos, hogy azt a két reakciót kapta erre a jó hírre, amire vár. Miért az, mikor viszont egy jó hírt, és még ki hülyének néz, és nem akarja elhírni, ne szórakozzál már, és még meg is vernek. Na, hogy néz ki egy Michelin ellenőr, vagy egyet? Ez hogy zajlik? Honnan jönnek, kik ők, hogy néznek ki, felfedik-e magukat? Hogy van ez? Hát ahhoz, hogy Michelin ellenőr eljusson hozzá, az mindenképpen ajánlani kell az éttermet, hiszen azt se tudja, hogy szerintem, hogy Budapest hol van, nem azt, hogy a Sas utca merre van. Tehát bárki is, hogy eljusson, az valaki ajánlotta. Ez ajánlhatják e-mailbe, valaki ír egy levelet, nekik van ilyen oldal, cím, lehet ajánlani éttermeket, hogy tetszett. Gondolom, hogy a összecsengés jön x darab, akkor előbb megnézik. Vagy pedig, amikor jönnek, hiszen már ugye a Onyx meg a Kostesz például Michelin csillagos étterem volt már jó pár évvel ezelőtt, amikor jönnek teszteni Magyarországban, az ebben az értelmekben megkérdezik, hogy mit javasolnak, és valószínűleg így kerültünk föl. Uh-huh. Tehát a javaslat ajánlás alapján megérkezik. Igen, akkor jut el, az első alkalomnál mindig felfedi magát, tehát bejön, eszik, és akkor fizet, hangsúlyozottan fizet, tehát nem meghívásról szól, hogy ő most bejött lájmolni, és azért, mert ő kicsoda és micsoda, akkor mindenkire meghívják, és nagyon jól érzi magát, hanem a végén kijelentne előtt egy De csak a végén? Abszolút, tehát... olyan szinten, hogy már ment ki az ajtón, és akkor visszafordult. Aha. És akkor benyúlt a belső zsebébe, előtt egy igazolványt, hogy ő Michelin instruktőr, és akkor lenne pár kérdése. És ettől kezdve a többi már csak fikció meg találgatás, mert nem beszél az ételről, bármit kérdezel, nem mond róla véleményt, mosolyog, minden másról hajlandó beszélni. Úgy gondolja az ember, hogy a tetszett, legalábbis ilyenkor ott állt és próbált visszatörni, hogy Jézusom, mit eladtad, mit vittünk ki neki, hú, minden ilyenek vannak a fejedbe, és akkor elkezdett vele beszélgetni, és reménykedsz benne, hogy akkor ez jó sikerült. Aha, hogy elfogadja a borítékot. Gondolod, hogy minél tovább beszél veled, minél több dolgot kérdez, akkor valószínűleg ez jó. Tehát bejött a konyhára, körbenézett, megnézte, mit csinálunk, megkérdezte a bent, remek, ez mi az mi, tehát hogy érdeklődő volt mindenképpen, és utána közül, hogy fognak még kijönni ellenőrizni, az viszont már nem lesz ilyen publikus. Most az jutott vissza nekünk információt, hogy négyszer teszteltek minket. Négyszer? Mondok egy olyan titkot is, amit vagy információt, amit majd már letagadok, gondolom, mert senki nem fogja hallani, mert nem kivágják az ismét, nem, hogy általában abszolút. Igen. Tehát ez nem olyan lesz, hogy mindenkinek a fejében. Tehát, hogy mondjuk ezen az első alkalommal Ákos nem is volt bent, aznap szabadnapos volt. Hoppá. Erzsé néni akarja, hogy összeütött egy bundás kenyeret, hogy nem egy patkányfőzött helyen. Igen, de csak kicsinálta. Te felhívtok telefonon, akkor egy ilyen fél órás hallgatás volt a séfhelyettest, hogy mit adott ki, hogy adta ki, és az óriás izgalom. De hát mondom, mivel nem egyen múlik, hanem azért ez milyen jó meló, hogy egy Michelin ellenőr felmutat egy az a feladatot, hogy végigérd a világ legjobb éttermeit. Nem? Egy Michelin-es számlát. Jó, én sokkal gondolkodom, hogy nekem ezt tetszik, mert én ezt csinálom. Tehát én szerintem is egy óriási dolog lehet. Másik felül azért ilyenkor megfogják, kap egy táskát, 800 000 papírral, amit ki kell tölteni, a fenékbe rúgják, és azt mondják, hogy 160 nap múlva gyere vissza, és menjél, itt van két ország. Te kemény. Tehát az nem biztos, hogy mondjuk, nem biztos, hogy családcentrikus. Az nem, azért nem, igen. Nem, hogy azért nincs rossz dolguk. És akkor ezt most meg kell tudnotok tartani? Tehát ugye ezt vissza is vehetik, nem? Igen, hát cikkeztek róla pár héttel ezelőtt, hogy például New Yorkban a Remzinek visszavettek csillagját. Tehát visszavehetik, tehát hogy néptől függetlenül most azért emeltem ki héttől Remzit, mert hogy az arról már mindenki hallott, és ismerik, hogy tehát bárkitől igen, vissza tudják venni, tehát és ellenőrzés. Ki az, aki ajánlhat benneteket, szakmabelinek kell lenni, vagy pedig lehet egy átlagos civil is, mit tudom én, XY, akár Gerendai Károly, vagy akár?
Igen, az, az átlag, igen, az jó. Jó mondtad. Az átlag, igen. Csak úgy a hét közepén. Hogy csak így beugrott így hirtelen. Nem. Bárki ajánlat. Amikor elment tőlünk, tőlem is megkérdezte, hogy mondjak éttermeket itt, hogy mit gondolok, hogy hova menjen el. És látszódott, hogy már nem nálam volt először, vagy nálunk, bocsánat. Mert ő elővett egy papírt, és mondta, igen, ezt már mondták, és akkor felírt még a dolgot. És akkor nyilván nem lehet az újpesti go-go hami büfét mondani. Hát nem. Az igazság, hogy mondtam volna én mindenfajta nevet ilyenkor, mert embernek vannak kedvencei, csak akkor még nem volt nyitva kórhely faloda és daloda. Yeah! Hát nincs itt a felé. De itt van, de itt látszódik, de ahogy visszatérve, itt látszódik, és szerintem azért azon kívül túlmutat azon ez a Michelin csillag, legalábbis mi hisztük azt, illetve szeretnénk azt hinni, hogy ebbe úttörő szerepet is játszottunk, és sok olyan étterem kap majd ebből erőt, vagy merít ebből erőt, hogy nem csak fine dining, tehát ez a non plus ultra 5-6 fogás ilyen degustációs menüket végig ebből típusú éttermek kaphatnak, és ez volt jelentő itt közép-kelet-európában, hogy ezek az éttermek kapnak, ez a stílust díjazzák, és mi pedig egy abrosz nélküli asztalok 10 centire egymástól, tehát tényleg egy bisztró jelleggel, egy nagy zsivajjal, zsongással működő, egy este 80-100 vendégül le, tehát egy mennyiség étel jön ki a konyháról, tehát hogy ez díjazva, ilyen elismerés. Ez nagyon nagy dolog. Mik az itinerek, tehát az például igaz, hogy Michelin csillagos étteremben nem lehet mély hűtő, mert hogy annyira frissnek kell mindennek lenni, ezt például Feri mondta nekem valamikor, hogy vannak ilyen kritériumok, tehát hogy ő azért megy be a konyhába, hogy azt is megnézze, hogy ott megfeleltek-e bizonyos. Akkor nincs fagyító. A mélyütőt ezt nem hiszem, de lehet. Tehát lehetek ennyire tudatlan. Nem tudom. Tehát, hogy előbb-utóbb egy bizonyos színnél azért maga a sér sok mindent már ki szuper alkonyhából, amely normál konyhában benne van, tehát nekünk sincs fritunk, tehát hogy olajba csináljunk, így áztassunk valamit, vagy süssünk, vagy nincs mikro a konyhán, tehát hogy minden annyira frissen is akkor készül. Ez így igaz, de nem tudom. Erről még nem hallottam, de elképzelhető, de azért furcsa lenne. Aha, tehát hogy ez ilyen típusú kritériumok, ezek nincsenek. Mondjuk saját fajlaltokat csinálunk, tehát akár ez egy érdekes dolog. Na jó van. Hát gratulálunk, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és erről mindig örömmel számol be az ember, nem azzal a céllal, hogy most extra reklámot csináljunk nyilván a bármelyik étteremnek, csak hát azért a harmadik Michelin csillag Budapesten azért az nagyon. Nagyon klassz, most már azért ugye a Balaton környékén is, Fehérváron is most már azért egyre több vidéki nagyvárosban is vannak nagyon jó éttermek. Szóval alapul ez országi megépítés. Azt mondom, abszolút. Hogy nekem egyetlen hiányérzetem volt az, hogy én is azt mondom, hogy egyre több jó étterem van Magyarországon, tehát nem csak Budapesten, Magyarországon, és hogy sajnáltam azt, hogy nincs sok Beef Gourmand étterem. Ugye ez ugyanúgy a Michelin kiadványnak egy rangsorába, egy másik típusú éttermeket rangsorolnak, ami pont az lenne, hogy bemész, veszel egy finomat, és jó, és akkor ezt érték, egy árérték arányban, amit kapad egy jó. Tehát ez is egy nagyon nagy elismerés, és ebből kevés van, pedig én szerintem ebből sok van. Hát szépen alakul ez, amikor a robbanás volt itt az elmúlt 5-10 évben, tehát az szépen alakulunk. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Köszönöm szépen! Köszi! Köszönöm. Ciao! Hello! Na, hát ez mindenféleképpen. Nem akarunk egy ilyen vadon csillagot csinálni cukrászdáknak? Ezt most komolyan mondom. Nem rossz. Te mennél körbe, az lenne a feladat, és minden évben egy cukrászdának odaadnál egy csillagot. És meghonosítanánk a magyarországi vadon csillagot. Te vagy az, aki a legautentikusabb ebben. Nem? Hát nem csinálunk egy ilyet? Cukrászda volna, hogyha abból indulunk ki, hogy ilyen 300 tudatos... kilométert elutazni azért, hogy egyél egy magyaros trüffel csokit. Hát ez, de tényleg, nem? Az biztos, hogy tudatos cukrászda látogató vagyok. Tehát, hogy én olyan fogyasztó vagyok, aki igen is felméri a lehetőségeket, amikor elmegy egy bármilyen városba a lakóhelyén kívül. Tehát, hogy mi bárhova elutazunk vidékre, akkor én mindig megnézem, hogy azon a helyen melyik az a cukrászda, amit a legtöbben ajánlanak, mik a specialitásai, mit érdemes megkóstolni. Hát ez igen, hát ezt mondom. Egy olyan csillagot, amivel te mondjuk egy évben egyszer odaadnád valakinek. Ez egy fogyasztó, tehát ez nem egy szakmai díj lenne, hanem egy fogyasztói csillag. És aztán jövőre vissza is vehetnéd. Jó, gondolod. De ne az én nevemmel, mert az olyan, hogy hívják, az olyan, nem tudom, tehát hogy az nem az én stílusom. Legyen mondjuk a neve, hogy jelezze, hogy a nép egyszerű, legyen a neve Proli csillag. És az idei Proli csillagot nyerte a debreceni vörös csillag cukrászda. Az milyen szép lenne. Figyelj, nem, az lenne a jó, ha te áruhába mehetnél. Tehát ugye téged fölismernek, nyilván a legszebb sütit adják most már, bárhova mész, tudják, hogy nagy sütifaló vagy.
cici falu és sütő falu. Hátulolozzatok, hátulolozzatok! Tehát ugyanúgy kellene neked, mint a Michelin csillagos ellenőröknek, vagy a Michelin ellenőröknek, hogy nem fedett fel magad, csak a végén leveszed a kis szakállat, a kis bajuszkát, és akkor utána. Azt nem, azt nem kell, hogy a kalaborot válkozok, tudod, így gyorsan. Na, ki vagyok, nem, ugye? Hát ne nézzétek, hogy ugye, most lebuktatok. Ki jött el hozzátok? Hát milyen rágoci túrosatotok nekem? Nem, egy ilyen. Hát tényleg, én szerintem, akik hallgatnak minket és cukrászat üzemeltetnek, ha te valahova oda belépsz, ők már görcsben ránduló gyomorral várnak téged. Mert tudják, hogy na megjött. És ezt egyrészt visszahallják az adásban, hogy szörnyű volt. Tehát azért azt, hogy beszoktad mondani, hogy nem volt jó kiszolgálás, vagy nem voltak udvariasak. Én könyörtelen vagyok, mert nem megyek vissza. Tehát ezt most nagyon komolyan mondom, tehát hogy ahol én kellemetlen élményekkel gazdagodok, oda én nem megyek mondjuk vissza. Mondjuk ezzel vannak még egy páran, tehát igen. Ez nem egy sajátosság, ahol szarul érzem magam, én sem megyek vissza. Nem. Hát, miért? Na, tehát ugye ezzel még azért is vagyunk bárra, hogy nem megyünk vissza, nem jó. De igen, azt tudom, hogy te ott nagyon megbántva érzed akkor magad. Nem? Persze, nem, egyébként általában azt szokott lenni, hogy mondjuk egy második esélyt adok. Sőt, van olyan hely, akinek harmadik esélyt is adtam, de amikor a harmadik esélyt is eljátszották, akkor idézőjelben, és ez alatt egyébként én semmi más nem értek, tényleg senki ne értse félre, azt, hogy mindig ugyanaz a minőség, és mindig friss. Figyelj, te tényleg egy képzett ellenőr vagy. Anna azt írja, hogy az lehetne a logót, hogy egy női mell között egy tejszihabos vár. Egyébként tényleg. És mindig ez lenne az ajándék. Két hatalmas mell, megformálva marcipánból. Nagyon jó. Fehér habból megcsinálva vár. És a mellek tetején nem mellbimbók lennének, hanem két kis fellegvár. két kicsi bimbó vár lenne, igen, a mellem. Ezt imádnám. Na jól van, oké, 7:30 pontosan. Óven bácsira és Beru nénire lehet egészen nyugodtan jelentkezni, ha valaki szeretne játszani. Mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello, Jani, jó reggel. Szia, Bali, jó bulást. Na, kösz. Kezd egy kicsit megjönni a hangom. Azt hittem, hogy egyre jobban elmegy, de nem, egészen kezd. Felszakadt. Magamhoz térni. Én biztos, ami Zihara, ahogy egykori főnökről mondta, én be fogok tolni egy ilyen forró italt azért. Egy pár forró vizet, vagy mi? Már milyen forró ital? Hát ilyen, hogy hívják ott ilyen, ja, hogy hívják ilyen port? Ha ilyen skarláton van, akkor tudod, hogy neked is véged, úgyhogy tök mindegy. Állítok, az fertőz a legjobban. Igen? Persze. Na, majd megnézem, hogy málnás lett-e már a nyelven. 17. kerület Szépréti, ja, azt hittem, hogy ez közlekedés, de nem cukrász, de hát azt így nem tudom beolvasni, hogy mit kéne tesztel legyen. Beakült egyébként. A 405-ösön Cegléd felé lerobbant kamionok tartják fel a lakosságot, ezt Ede küldte nekünk. M3-as Nyíregyháza felé a 108-as kilométernél trafi van üzenteben, és a 106-os kilométernél szintén, de hát ez ugyanaz, az M3-ason van. Az Őrsvezér tértől a Fehér út oda-vissza beállt, Molesz üzeni. És hát jönnek még cukrázatippek, jönni ezeket írogass ki magadnak, hogy hova lehetne menni. Azt hiszed, viccelsz, de nem. Egyrészt, ha viccelnél, nevetnék, másrészt pedig én ki is írom ezeket. Másrészt tudom, hogy minden ajánlást kiírsz. Igen. Na, Óven bácsi, Beru néni, megnézzük, hogy kivel játszunk, már itt is van a játékos. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Isti vagyok Oroszlányból. Szia! Hello, Isti, hello, mit csinálsz? Már a munkahelyemen vagyunk, hallgatunk benneteket, és próbálunk rájönni a feladatra majd. Mit melosztok? Hú, festéket gyártunk. Festékgyár. Az kemény. Igen. Hát ma nem vagyunk egy erős csapat már abból a szemben, hogy felé nyaral, én beteg vagyok, de csótoljuk azért, itt vagyunk. Igen, festékgyár. Hányra szoktatok betépni? Hát általában 9 komát szédülgetünk. Fú, nagyon kemény lehet. És van ilyen maszkotok, amivel jártok, vagy hogy van ez? Persze, vannak ilyen kötelező dolgok, amiket muszáj felvenni, mind az egészség miatt is, meg mind azért is megkötelező. Aha. Na jó. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Fennem. Egy jó rántott szelet. Igen, valami sül. Szerintem esik az eső. Nem. Nagyon furán. Forró olaj esne akkor. Igen. Ez hogy hívják? Itt valami sütésfőzés zajlik. Igen, kezd forró lenni az olaj. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Hú, nagyon nagy klasszikus! Hú, ezt még egyszer kérhetném? Hát én ezt soha nem felejtem el, ezt a dalt.
Annyira megdöbbentő volt a klipje. Ez igen, és ebben az a dalban a legmegdöbbentőbb, hogy valaki rappel benne. Bizony. Hát az... És nem is jól. Hát nagyon rosszul. Ja, aztán sokat fejlődött, igen. Akkor a Orsinak is a... És az a mozgás, ami volt Orsinak. Nagyon kedvelem a hangját egyébként, nagyon jó énekes nőnek tartom. De az a klip az érdekes volt. Igen. Hát az törje van, Zoli. Hát igen. Szegény Zoli, igen, itt még azért nem volt rappelésileg a helyzet magaslatán. Tehát, hogy igen, pedig itt már volt egy-két éve a Bumma fejében meg hasonló. De itt még azért nem rappelt annyira erősen. Igen. Oké, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Rendben, köszönjük szépen. Vagy köszönöm szépen. Jó munkát nektek, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Most kaptuk ebben a pillanatban M3-as Nyíregyháza felé 162-es kilométer teljes pályazár. Mentőhelikopter, kamion kontra személyautó, nagy a baj. Attila 69 küldte nekünk, már csak azt nem tudom, hogy melyik irányban, úgyhogy írjátok meg, léci jó, hogy... Ja nem, ott van Nyíregyháza felé, szép volt, Bali. Hogy igen, a 162-es kilométernél lezárták az autópályát. Arra senki ne menjen. Jött egy ilyen SMS, nem tudom komoly, egy győző vagyok a Mirigyből. Ha valaki megtalálna a kulcsaimat, slussz és lakáskulcs Debrecen-Budapest között egy parkolóban, annak jutalmat ajánlok. Kissé nehéz volt tegnap éjjel a hazajutás. Csörögjünk rá. Fölhívjuk? Persze. És rögtön lecsekoljuk, hogy kamu-e. Hogyha nem, akkor nagyon szívesen segítünk. Kissé nehéz volt tegnap éjjel a hazajutás, ez már jó kezdődik. Figyelj, beszorult a telefon. Uh-huh. Azt mondja, hogy tegnap éjjel, ugye az csütörtöki hakni. Ja. Na majd csak megoldjátok. Nem egyszerű azért. Olyanok vagy, mint akik szívtak, nem? Hallod, majd én tárcsázok, te meg jól fogok hajló. Na figyelj. Na nézzük. Kíváncsi vagyok rá. Még mindig van A meg B csapat? Nem, ott A, B, C csapat van. Ja. Hát 9-en vannak, és 3-an mennek ide, 3-an mennek oda, 3-an mennek, persze. Hát a legnagyobb. Na. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. Aha, hát szerintem rosszul tárcsáztatok, mert egy nem létező számról nem jön SMS. Vagy pedig titkosítva van a szám, mert már annyi a hakni, hogy... hogy egyszerűen nem bírják elviselni, igen. Na. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét. Milyen kultúrál? És, igen, jó, és mit csináljuk, hívjunk egy kávét, vagy fogyasztunk Hementexet? Hello! Szia! Hello, kasz! Nem vit! Nem vit! Nem vit! Hello, nem, tényleg ilyen hülye vagyok. De mi történt? Igazából azt nem tudom, hogy mi történt, csak gondoltam, hogy hallgatlak benneteket, nagy nyilvánossághoz fordulok, és hát azért mégiscsak egy a slusszkulcs vagy a lakáskulcs így együtt. Valószínűleg fellépni voltunk, és... Hát az valószínűleg fellépni volt. Vagy fellépni, valószínűleg nem fellépni voltunk, mert fellépni volt. Csak valószínűleg akkor hagytuk el a kulcsomat, amikor gondolom én kieshetett a kocsiban, és kiszálltunk. De többször is kiszálltunk hazafelé, jövet, ugye az embereknek vannak szükségeteik. És én, hát olyan is előfordulhatott volna, de kivételesen nem volt. És tényleg kirúghattam a kocsi kulcsot, és így hajnalban állni az autó mellett elég kellemetlen volt. Van rajta valami olyan fityegő, vagy maga kulcstartó jellegzetes, vagy ilyesmi? Tehát, hogy így, vagy igazából pedig... nem. Nem jellegzetes, nem csak kulcsok, de gondoltam, hogy ha valaki esetleg megáll, hát nem mégsem a leállósában. Hát emlékszel, hogy melyik pihenő volt győző? Megvan, hogy melyik volt? Megmondom őszintén, nem emlékszem. Nem emlékszem, mert én tipikus hülye utas vagyok, amikor valami van, akkor azt mondom, hogy sokkal álljon meg, és akkor megállunk. De egyébként, meg, ha esetleg ő akar megállni, akkor állunk meg. Tehát tényleg nem emlékszem egészen pontosan, de az itt valahol félúton, tehát még nem döntöttem. Uh-huh. És most ott elsze bejárti ajtó előtt? Fagyos nem, szerencsére a feleségem ébren volt és beengedett ének évadján, tehát annyira nem kellett örökölni, de a kocsit azt ott hagytam, ahol ki van. Ki az? Győző! Hát bárki mondhatja! Hát azért elég izgalmas lehetett, hogy ének évadján telefonálok, hogy azért legényt hagynak, akkor hazaérek. És van pocslusz kulcsod? Hát persze, hát hogy nyilván nem egy kulcshoz van, sem az autó, sem a lakáshoz, de most ha ezeket mind pótolnom kéne, az olyan materes lenne. Az nagyon fú, de utálom azt, az nagyon másholt adni, igen, megkérni, gyártól rendelni. Csak ez a bajom. Igen. Tehát én nem akarok, mindenhez van pót, de most tényleg még egyet azért, ugye azért pót kell, ebből látszik, hogy milyen jó, hogy van pót, és de most tényleg ezt el kell kezdenem utána járni, egy autóhoz egy kulcsot szerezni, nem olyan egyszerű egy másikat. Na, például, mit kap ez, aki elhozza? Lakáskulcsokat még vele. Hagyjuk a rizsát, nézzük a piszkos anyagiakat. Mit kap az, aki elhozza? Mennyit kap, igen.
ezt még nem találtam ki, megmondom szintén, de biztos kap valamit. Én nem vagyok hálátlan, hiszen csak belegondolok, hogy anyagilag is mibe kerülhet nekem egy kulcs, akár egy kocsikulcsot is pótolni. Nem tudom, ezt a részét még kitalálom. Csak itt hallgattam benneteket reggelben, hogy mindig ezt csinálom. De drága vagy. Hányan voltatok tegnap? Hárman, négyen? 15-en. De kekkorakkal a nézőkkel együtt? Ja, reméljük, igen, nem a vendégekkel együtt, igen. Szeretem. Köszönöm, tudom, a nézőkkel együtt. Figyelj, hát piaci alapokon működtek, nincs ezzel baj. Hát 8-3 felé. Tehát én ezt nagyon szeretem. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy milyen jó műsort csinál. Ez így van? Persze. Kicsi a szép, hogy egy csomó vidéki dizsibe, hát minek oda 8 ember, persze. Mit szólsz a társakhoz, hogy hasítanak a játékban? Figyelj, ne viccelj, ez nagyon hasít, mert én is megyek, úgyhogy elvétek a következő etapban találkozunk. Hoppá, hányan vagytok? Remélem addig a kulcssal jön, mert különben balhét csinálok. Figyelj, nagyon-nagyon mennek a peték, nem akarom előni, hogy mi lesz a vége, de azt hiszem a harmadik vagy negyedik játékon van. Én tudom, bocsánat. Te tudod az eredményt, igen. Én bennfentesebb információkkal rendelkezem. Igen. Figyelj, és megmondom őszintén, hogy meglepően műveltek. Például tegnap is simán mondott egy olyan állatnevet, amiben több ebedű is van. Mondjuk a kérdések nagyon komolyak, igen. Nagyon nehéz kérdés. Egyébként ilyeneket én is tudok. Na, mi meglátjuk, akkor jössz hozzá. Mikor jössz? Vettünk is kecskét. Mert egyébként ez volt az egyik legutóbbi akciónk. Egyébként, hogy hazafelé valahol fellépés közben vettünk egy kecskét. Tehát, hogy ilyen jó. Hát nyilván nem voltatok szomjasak, persze, és akkor megalkultatok egy kecskét. Nem, ennek semmi köze nem volt. Tehát azt mondom, Petinek támadtad az ötlete, hogy neki kéne otthon egy fűnyíró. Tehát kb. Ez volt a... Hát ez nagyon jó. És mit csináltunk? Beraktatok a csomagtartóba, vagy mi? Hát nem, köztünk jött hazafelé. Ne csináld már, van erről fotó? Van. Egyébként van. Megvetitek a kecskét, beültetitek magatok már, és hazahoztátok? Igen. És mi lett a sorsa? Aztán nem csak a füvet rágta le, hanem az összes egyéb növényét, úgyhogy nem bizonyos olyan jó ötletnek. És akkor azóta sorsoltak, hogy hétfő, szerda, a péntek sípósét? Nem, szerintem sikerült túladni rajta, mert ugye tejet nem adott, a füvet nem nyírta rendesen, úgyhogy nem bánta. Igen, szerintem Peti nem teljesen erre számított. Na jó, ha bárki ír, akkor azonnal jelezzük neked, jó? Tehát, jó, köszönöm szépen. Ez tegnap hajnalban történt, tehát én remélem, hogy még valaki elindul dolgot, és véletlenül dolga végeztével megáll valahol, megtalálhat. Jó, tegnap, tehát Debrecen és Budapest között valamelyik pihenőben, igen, ha valaki talál egy kulcs csomót, akkor az jelentkezzen. Jól van, vigyázz a magadra, ciao. És köszönöm, hogy hívtatok, hello. Hello, ciao. Hát kicsit Mission Impossible. Igen. Tehát Budapest és Debrecen között valamelyik pihenőnél. Most csak gyorsan lenyomoznám a győző címét és irányba törni, nem? Hát konkrétan elmondtad, hogy elvesztetted a lakáskulcsodat, meg tudod, hol lakik a győző, már benne is vagy. Nem? Mire ennyi zárat lecserélsz meg minden? Hát ez figyelj, én örülni tudnék egy kecskéért. Igen, az nagyon kell. 6 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra, pontosan 8 perce. Hello mindenkinek, hello, jó reggel. Sziasztok. Itt vagyunk, drága hallgatók, és itt vagyunk. Mond, Feri. Csak azt akartam mondani, hogy én ezt a James Arthur számot, ezt én egyébként bármikor hallom, mindig 10 pontosra adom. Tudom, ezt szereted, igen. Nekem ez a tökéletes popszám. Mindig a Santana Rob Thomas féle smooth ugrik be róla, hogy annál éreztem ugyanezt. Hogy így zeneileg is teljesen rendben, könnyed, laza, de minden hang a helyén van, van stílusa, egyedi, marha jó. Ez nem az Olaj Gergős éneket az X-faktorban, ezt elnyomta ezt a dalt. Itt vagyunk, ugye Feri nincs még, pihen egy kicsit, megérdemli, régen volt úgy, hogy elment pihenni, hétfő, kedden sincs még, ketten tartjuk a frontot, hát hétfőből mi lesz, reméljük addigra már minden oké lesz. Most van egy kis távon belüli betegség, de egy skarlát, ami ma rajtam, holnap Jani meg átussan csütörtökön, vagy pénteken, szombaton, vasárnap, zsülön, meg leszünk ezzel pillanatokon belül. Így van, de ha esetleg valakinek van valamilyen népi gyógyászati megoldása arra, hogy esett túl ezeken a nehéz perceken, órákkal Balázs, akkor nyugodtan írja meg nekünk, szerintem például simán berakatnál a hónod alá két fél hagymát. Szolítsd oda nagyon, érted? Ezek működnek az ilyen népi? Szerintem igen. A skarlátot kiszívja a hagyma? Így van. Jó, és egy jó piócázás is. Vérvörheny. Igen, így hívják. Jó piócázás. Bazi nagy baleset van a Kárpát utca sarkán, alakul a dugó, a pesti alsó rakpart is. Puszi Marcsi. Budaörsi úton lassítottam a közlekedést, megírtam nektek a szózatot. Köszönjük szépen. Ős és Fehér út, éles sarok, totál káosz, help. Bali, ha beteg vagy, igen, köszönöm. Trafi M3-as Budapest felé a 204-es kilométernél lesz, Jürit küldte nekünk, és M3-as helyükkürti balesetén nem terelnek le, hanem pályán várakoztatják a forgalmat egy jól szervezett akció keretein belül. Aki ismeri a kerülőt, menjen le a pályáról, ha nem akar hosszan áldogálni. Igen, a Nyíregyháza felé vezető oldalon a 160-as, akárhányas kilométernél egy elég komoly
baleset van, megállították a forgalmat, mentőhelikopter, úgyhogy ha valaki arra megy, és még előtte tud menekülni, akkor egy kicsit meneküljön. Eszembe jutott valami, amit szeretnék nektek elmondani, mert szerintem nagyon kevés ember tud róla, de elmondom, és akkor tudni fogtok. Jó? Rozsé, Rozsé megint nyert. Ja, Rozsé nyert a kétszerben, persze, az abszolút menetelő. Nadal kiesett. Te tudtad, hogy jössz az M7-esen, ezt nagyon kevesen tudják. Igen. És a 23-as kilométernél vagy Pest felé. 22-es, 23-as kilométernél vagy Pest felé. Tudom. Elmondtam már neked ezt? El, és rohadtul bírtam. Mert hogy egy olyan információ volt, amit egyrészt még sohasem lemalottam, másrészt nem szeretném, ha elmondanád a hallgatóknak, hogy csak én tudtam. De zseni egyébként. Én ezt szeretném most velük megosztani. Tök jól teszed, de egyébként mert egy marha. Képzeld el, már nem gondozzák, és most már kezd összenőni. Kezd összenőni. De ha valaki az M7-esen megy, vagy jön haza a Balatonról, az a 24-es, 25-ös kilométernél kezdje el nézni a másik oldalt, és a másik oldalon a hegy tetőt. Se ismered, Zsú? Nagyon-nagyon kevesen ismerik már, ez egy kihaló félben lévő dolog. Vagy inkább domboldalt. Vagy domboldalt, hát a hegynek az kis túlzással sem mondható, igen. És ha jöttök a Budapest felé vezető oldalon, akkor legelőször, amit észrevesztek, ami megmaradt az egész erdőből, az egy X. És az X-et még nem nőtte be úgy az erdő, hogy az X az még ott van. És ezt valamikor, nem tudom, 30 vagy 40 évvel ezelőtt ültették ezeket a fákat, és amíg gondozták és kivágták a többi cserjét meg bozotot, addig a PAX feliratot lehetett elolvasni fákból kirakva. Na most ez vagy benőtte már az erdő, vagy már nem gondozzák, vagy mellé ültettek, de ha valaki ügyes, akkor még a P betűt már nagyon nehezen, az A betűt egyáltalán, de az X-et még ki lehet venni. És ott van. Ugye a PAX mint béke, ugye, latinul, és ezt nem tudom, hogy miért, vagy hogy ennek mi a története, de ezt kiskoromban nekem egyszer elmondta valaki, és én azóta mindig jövök haza a Balatonról, és nézem. És évről évre látom, hogy már egyre jobban tűnik el maga a PAX felirat, mert hogy benőtte a bokor, de még az X látható, ha valakinek jó a szeme. A 26-osnál kell elkezdeni figyelni a hegyet, a másik oldalon, és aztán majd, ahogy ugye mész közelebb, jön egy enyhe jobb kanyarot, át tudsz nézni, kicsit elkezd emelkedni az út fölfele egy jobb kanyarra, át tudsz nézni az út másik oldalára, és az X-et még meg tudod nézni. Az egy PAX felirat volt régen. Gyönyörűen kivehető volt. Már igen, nincs. Amikor először mondtad, akkor én ezt elkezdtem figyelni, és akkor még teljesen tiszta, persze. Ott Sóskút környékén. Nagyon nagy. Sóskút környékén van. A fáma szerint ezt kiskatonák ültették valamikor, mit tudom én, egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt. Tényleg? Igen, kiskatonák ültették, ott valamilyen légvédelmi objektum volt, vagy valami ilyesmi, ez megszűnt, és akkor a helyére ezt ültették. Állítólag, ez a legenda, ez a fáma, de tényleg még néhány évvel ezelőtt abszolút tisztán lehetett látni. Elmondtad, ezt nem hittem. Benne, nem hitte benne, hogy a hülye bali megint behalóztál valamit, persze. Aztán pedig, hogy megláttad az X-et, gyönyörű nagyon volt, tetszett, nem? Nagyon jó. Tehát, hogy fordulsz rá a jobb emelkedőre, egyszer csak ott van előtted. És azt mondta, hogy úristen, de jó. De mondom, most már sajnos a P betű meg az A is eltűnt. A gyerekeknek szoktuk így mutogatni, meg a mennek, ő imádja, mert így ismeri az X-et, és akkor még így nagyon föl, nehezen, de fölfedezhető. Úgyhogy ezt nézze meg mindenki, aki arra jár, nagyon jó, ha megtaláljátok. Na, a NASA űrhajósait arra kérték, és ez már a témánk, amivel akarunk egy picit foglalkozni, hogy szedjék össze... Vendégünk jött? Nem, reméljük. Mi van? Kitől kapunk megint? Nyám, csam, csam. Megint találtál valamit? Á, persze. Nem mondod komolyan. Nem, én nem találtam semmit. Nem, a Gyula intézte. Most nem hiszem, hogy eddig most az volt, hogy te menj be cukrászdákba, és ott megvesztegetnek, most már a cukrászdák a kegyeidét versenyezve ide jönnek. És ide hozzák a süteményt. Na azért másnak is leesik belőle egy-kettő, érted? És mi a kedves Jani, zsűriz, légy szíves. Én nem tudom, nem tudom. A mi Gyulánk bevillantott valamit ma reggel, és akkor úgy gondolom, hogy ennek a következménye az, hogy valaki érkezett egy kevés édességgel. Az én információim szerint az egyik tradicionális elsősorban a marcipánjáról híres. Figyelj, többen a fajta. Tényleg, ha te neked tízemről nem lesz egy cukrászár, akkor semmi. Na, szóval, amit akartam mondani, hogy a NASA arra kérte az űrhajósait, hogy vezessenek laplót, mert ez nagy segítség a küldetések megtervezésénél és a fejlesztéseknél, és szedjék össze azt a 6 pontot, ami a legnehezebb az űrutazásban, ami lehetne változtatni, ami szerintük nem annyira jó, és ami egy kicsit másképpen kellene, hogy működjön az űrállomáson, vagy azokon az űrhajókon, amiket a NASA föllő. És minden űrhajós kitöltözte ezt a tesztet, és kiderült, hogy mik azok az idegesítő dolgok, amik ugye az űrhajósokra jellemzően hát változtatásra szorulnak. És mit akar a külön szoba? Külön bejárattal?
Igen, írtak egyébként ilyeneket, igen. A legidegesítőbb, amit mindenki beírt, az maga a Houston, az irányító központ, hogy rohadtul idegesítőek. De nagyon érdekes. Na, jó, de mi az idegesítő benne? Például az egyik űrhős azt írta, hogy érdekes az egyik pillanat, amikor a világ tetején érezheted magad, majd a következőben teljesen demoralizál, amikor meghallod, hogy miről beszélnek a Földön. Felébresztették őt az éjszaka közepén, hogy megmondják, zárja be a sötétítőt a laboratórium ablakán. Fel nem foghatom, miért nem várhatott ez reggelig. Tehát, hogy a Houston irányító központot mindannyian beírták, hogy ott csak hülyék dolgoznak. És a vasárnapi pihenőnap az pihenőnap lenne, de a Houston valahogy elintézte, hogy hétfőn érkezzünk. Aha, tudod, miért van, hogy... Vagy hogy hétfőt érezzenek. Mert a Houstoniak nyilván 24 órás ügyeletben vannak, és az ügyelet is valószínűleg a rohadtul unatkozott, nem történt semmi, csak gondolt, hogy én felébresztem őket. És fölébresztették, és be kell zárni a sötétítőnek az ablakát, teljesen értelmetlenül. A második, amit írtak, hogy a kaja. Tehát az, ami nagyon szörnyű, és amin kellene változtatni, az a kaja. Az egyik űrhajós beírta, hogy a két ételkonzerven rosszul volt a címke, gombás marhafalatokat írtak rá, valójában teriyaki csirke volt, és fordítva. Micsoda szörnyűségek egyébként. Micsoda teriyaki csirke? Teriyaki csirke. Igen. Oh. A gombás egy marhafalatok. Rajzfilm, egy rajzfilm hős volt benne. Nem, de van ilyen teriyaki csirke. Nem, teriyaki. Igen, és egy helyet a kenyel fut a gyalogkakok. Nem tudom, hogy ez a teriyaki? Ja, teriyaki. Azt értettem, hogy teriyaki csirke. Most le, teriyaki úristen, csirke. Iszok a forró italomból, elkaptam a skálát. De nem teriyaki csirke, hanem teriyaki csirke. Ja, teriyaki csirke. Azt értettem, hogy teriyaki csirke. Hogy egyébként nem gombás falatok voltak benne, hanem teriyaki csirke. Milyen szörnyű van, Ádám. Igen, hogy levágott egy kis csirkét Terinek, becsésztek és belerakták. Szörnyű volt, és meg kellett tenni. Igen, Terit a kis csirkét. Nem, teriyaki csirke. De nem teriyaki. Érte ezt. Ja. Én megesküdtem volna, hogy azt mondtad, hogy teriyaki csirke volt benne. Teriyaki csirke. Teriyaki csirke. Gondolkodtam rajta, hogy vajon melyik van, rajzfilmben láttam őt, teriyaki csirkét. Igen, felhívta rá az űrhajós a figyelmüket, és nem javította ki a címkéket, úgyhogy marha konzervet választott, nem becsülte túl a názát, és tényleg nem volt túlságosan jó a kaja. Aztán, figyelj, igen. Egyébként én ezt a részét nem írom alá. Én már többször fogyasztottam ilyen emeri fejadagot, ilyen amerikai, az amerikai katonaság számára készített ilyen fejadagokat, és szerintem kb. Ugyanaz a minőség lehet, amit az űrhajósok is kapnak, sőt, lehet, hogy egyébként még az űrhajós kaja még jobb is lehet ennél. És azzal, az emerivel semmiféle gond nem volt. Iszonyatosan finom volt. Ráadásul ugye úgy vannak porciózva, hogy a különböző táplálkozási igényeknek megfelelően, hogy van például, hogyha van, itt tudom én, egy vegetáriánus tengerészgyalogos, akkor ő csak ilyen kajákat kap. És marha jó, tök jó íze van az egésznek. Szerintem ők egy picit el vannak kényeztetve. Biztos, hogy el vannak kényeztetve, persze. Azt is mondták még egyébként, hogy a rutin feladatok elég frusztrálók, ez a harmadik. Volt egy olyan procedúra, hogy ki kellett cserélni a villanykörtét, biztonsági üveget és porszívót kellett magával vinni, ha esetleg eltörne a körte, de a körte burkolata műanyagból volt, szóval ha eltörött volna, nem szólottak volna szét a szilánkok. Ráadásul egy fotót is kellett csinálni a becsavart körtéről, mielőtt bekapcsolta volna. Hogy miért? Kérdezi az egyik űrhajós, hogy ezt nem értette, hogy a NASA-nak erre miért van szüksége. A vécézést írják még, hogy baromi nehéz egyébként belepisilni, meg belekakilni ezekbe a kis, nem tudom, szelencékbe, vagy ilyen kis nejlonzacsikba. Az, szerintem arra valami külön kigépzés lehet. Tehát, hogy ez számomra ilyen felfoghatatlan és elképzelhetetlen, hogy azokban a kis eszközökben hogy lehet. Igen, főleg, amikor ugye az emberek van egy kicsit renyhébb a bélműködése. Igen. És azt írták még, az utolsó, hogy az akkor viszont nem lehet. Ugye? Az űrklassz, de a Föld azért hiányzik, és fél évig volt fönt egy űrhajós, aki igazi rituáliának mondta, hogy amikor ment haza a szerviz modulból éjszaka, akkor tesz egy kerülőt az orosz dokkoló állomás mellé, hogy kinézzen az ablakon, mielőtt ágyba bújik. A kilátás lenyűgöző és felfoghatatlan. Tehát ezt is írták, hogy ez egész egyszerűen felfoghatatlan, hogy az ember ott mit lát. Aha, és akkor mi lehet a helyzet például az oroszoknál, ugye? Ugye ott hallhatunk már például olyanról is, hogy volt olyan rekord, amit azért állítottak föl, tehát fönt az űrben tartózkodásnak a rekordja, mert egyszerűen szerencsétlen nem tudták lehozni, mert hogy éppen akkor nem volt megfelelő hordozórakéta, nem volt rá pénz, nem volt pénz üzemanyagra, és hogy gyakorlatilag az éhenhalásnak a határán volt a szerencsétlen, mert az ellátó űrhajónak a tartalmából, hogy hívják, az élelmiszer tartalékból, amit felküldtek neki, már lent a földi személyzet kilopott valamennyit. Fölment neki a kaja,
és aztán nézte, megdöbbenve tapasztalta, hogy basszus, igen, hogy konkrétan lenyúltak belőle, már lent. Na most, akkor ők például mit szóljanak ehhez? Ott például valószínűleg sokkal áldatlanabb állapotok lehetnek, mint mondjuk az amerikaiaknál. Igen, de gondolod, tényleg, amikor fél évig fönt vagy, nem? Tehát, hogy azt írja egyébként, hogy nagyon melankolikus, meg nagyon boldog az ember, amikor otthon, tehát, hogy az űr valahogy felnagyítja az érzelmeket, és hihetetlenül megható volt, amikor megérkezett a dokkoló űrhajó, hogy nem sokára hazaviszik őket. De hogy mondjuk fél évet kell ott föntöltened, ilyen hülye napi rituálékkal, keringesz a föld körül, 25 nap lamente nap felkelte, azért az fantasztikus lehet. Hát ez biztos, hogy óriási lehet, de hát nyilván fel kell köszönni az ottani körülményekre. Ha például Ferit fellőnék az űrbe, abban egész biztos vagyok, hogy vinne magával így bedugdosva az űrhajós ruhájába való oldalra, egy kis mangalica szalonnát meg ilyenek. Biztos az vagyok benne. A Feri nem férne el, tehát ugye ott ezért elég szűk helyet, az űrhajósok elég picik. És ugye az van, hogy ott nincs terhelés, és állítólag még nyúlnak is egy pár centit, mert ugye nincs az a terhelés a gerincükön, és elkezdenek nyúlni. Tehát egy kicsit, aki fél év után lejön, az mondjuk egy 5-10 centivel magasabbként jön le. De túrva. Igen, mert hogy a csigolyák nem kapják azt a terhelést. Én is lehetnék egy 70. Hát te figyelj, téged föllőnek, és ott te fönt vagy egy hónapot, akkor lehet, hogy egy 80-83. Hazajön, és a gyerek elrohan mellettem kitárt karra, és keresi az apját. Ugye nincs gravitáció, mert hogy mi vagyunk ez egyetlen olyan élőlény, akinek ugye hát merőleges a gerince a földre. Ez milyen érdekes, hogy nincs nagyon ilyen élőlény. Mindenkinek ugye tehát tulajdonképpen párhuzamos, és ott nem tudsz megnyúlni. És az űrben, ahogy nincs súlytalanság, állítólag 5-10 centit nyúlnak. De ezt most nem tudom, hogy ez valójában így van-e, hogy fél éves föntartózkodás alatt. Tehát ha téged fölvisznek, neked van is érmény. Figyelj, viszont valószínűleg a Feri meg kitölteni a kabint. A Feri belenőne? Hát belenőne a kabinba, gyakorlatilag mi nekünk úgy kellene közlekedünk vele, mint hogyha nem is tudom, ilyen izék, mint a jeges medvén, a bocsai. Itt lóghatnánk róla két oldalról le. De hogy van ez az űrben egyébként, hogy én ha fölmennék veled, igen, mi ketten, akkor nekem van private szobám, vagy légterem, vagy olyan, ahova én el tudok vonulni, vagy kicsit be tudok zárkózni, vagy amikor a fél év után mi szerintem már nem, nagyon nem bírnánk magunkkal. Hát neked hátra lebegnék egész. Valahogy úgy ellebegénk egymás mellett, hogy ne nagyon találkozzunk, mert fél év összezárva, vagy másik lebegő orosszal a szörny. De itt vannak szobák? Mondjuk a nemzetközi űrállomáson, ahol te mondjuk tényleg fél éven föl dolgozol? Szerintem inkább csak ilyen lefüggönyözhető ilyen helyek. Ott van egy ilyen kis ágy, ilyen kis prics, amiben ugye bele tudod szíjazni magad alváskor, és akkor maximum egy függöny van, amit elhúzol, és az a te privát szférád. De egyébként az összes többi dolog, tehát hogy ez kicsit olyan, mint a házasság szerintem, hogy itt aztán minden kiderül a másikról. Mert hogy mindent előtted végez a helyszűke miatt. Gyakorlatilag az egész életét veled együtt éli. És van fönn nő is, mondjuk az ISS-en, vagy valahol? Volt már rá példa. Volt már rá példa. És arra volt fönn csaj. És arra rányomulhat a kollega? Tehát lehet köztük valami fönn? Biztos, hogy lehet. Szerintem nem? Igen. Szerintem igen. Ha meg nincsen effektíven nő, tehát hogy ténylegesen nő, akkor meg idő után sorsot húznak, hogy ki legyen az. Hát, igen, nem játszom ilyen. Figyelj, mi mennyi ideig bírnánk ketten összezárva? Azt mondják, hogy Jani, Bali, menjetek föl. Egy ideig szerintem szórakozgatnánk. Hopp, ezt kinyitom, hopp, ezt megnézem, hopp, ezt megnyitom. Igen. Szerintem ezzel ellennénk egy pár napig. Hopp, ide benézek, hopp, oda kihajolok. Igen, össze-vissza villognak ezek a lábák. Mi lehet ez? Balról, jobbra, vagy jobbra, balra. Melyiket nyomjam meg? Houston, melyiket nyomjam meg? Szerintem mi egy hétig, két hétig ellennénk. Nem két hét után jönnének a problémák. Meglátnának téged a súlytalanságban, a kis fecska alsodba hajtogatni. Aha, biztos vagyok benne, hogy egy idő után már a napfelkeltese vigasztalla. Lehetne az bármilyen szép. Én láttam videókat, hogy ülnek egymással szemben, és ugye kijön valami a szájából, az átpöcköli, az elmegy a másikhoz, a kanalat úgy egy hogy elindítja a levegőben, és oda dobja a kanalat. Tehát ezzel szerintem egy ideig ellennénk. Ez biztos, hogy iszonyú szórakoztató lehet, hogy kiöntesz egy kis a folyadékot, és átúszik a másik úgy iszta meg, hogy gyakorlatilag ő is ráúszik. Tehát ez a része szerintem ez fantasztikus. Igen. Farkas Bertalan szerettük volna megszólaltatni, vagy szeretnénk is, de hogy foglalt, hogy meséljen nekünk egy kicsit erről, hogy szóljon valaki neki, hogy tegye le a telefon. De hogy tudunk neki szólni? Hát ide SMS-t, Anna. Hát hogyha lehet, hogy a Honvédelmi Minisztériumban van, akkor az egyik hívják. Sok csillagos, szóljon már neki, hogy tegye már le a telefon. Persze, nagyon keresnek. Volt vele egy megbeszélt interjúnk egy valahol... fél 9 előttre, hogy tegye le a telefont, hogy föl tudjuk hívni. Nagyon beszél valaki. Szerintem fantasztikus dolog egyébként, hogy volt már fent.
magyar űrhajós a világűrben, de ugyanakkor meg egy picit azért én ezt nagyon szomorúnak érzem, hogy ő az egyetlen, és még valószínűleg sokáig ő is lesz az. Mennyi időt volt fönt, én már nem emlékszem, csak fölment, lejött? Nem, napokig volt fönt. Napokig fönt volt? Persze. Igen? Persze. Azt tudom, hogy nagyon nagy szó volt akkor, de nem hónapokat, tehát ez nem ilyen hosszú volt, ugye? Csak egy pár napra ment föl. Pár napra ment föl, Valéri Kubaszovval egyébként, aki sajnos nemrégiben hunyt el. Nemrégiben hunyt el, igen. Oké, itt van Farkas Berci, nagyon jó, itt van Farkas Bertalan velünk. Halló, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Ez a bercizés, ez már amíg a világ, ez maradni fog, ugye? Ezt nem úszod meg. Köszönöm szépen, hát kora reggel, ha így kezdtek, akkor nem rossz ez végső soron. Igen, nagyon hívtunk már téged, csak foglalt voltál, turpisság van a dologban, valakivel nagyon beszéltél. Mert ma reggel már kerestek előttetek is. Na, olvastad ezt a 6 pontot, amit összeszedett most a NASA az űrhajósaival, hogy mi a legidegesítőbb fönt, és mik voltak azok a dolgok, amiket változtatnia kellene a NASA-nak, hogy az űrhajósoknak még komfortosabb legyen? Olvasni nem olvastam, én most jöttem tegnap előtt vissza Amerikából, hát nyilván nem ezzel foglalkoztunk. Beszéltem a fiúkkal, néhány barátommal, de igazából nem tudom, miről van szó. Mit csináltatok Amerikában? Azt tudható, hogy miért voltál ott? Hát azért, mert meghívtak. Jó szójáték, Berci, az mindig jó. És a magyaroknak kellett előadást tartanom Szaraszótában és Orlandóban, is fantasztikus élmény volt. Ha mondjuk jól lett volna, hogy ezt dolgozni, mit csináltuk volna? Vegasban voltunk egy kicsit, kirúgtunk a hámban. Volt egy legény bücsei barátnak, és kicsit elmebőszörök. Szaraszótában az ottani télben nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, hogy a 28-30 fok pluszban természetesen, és hát rendesen a tengerparton leégtünk abban a csodálatos homokban, de hát fantasztikus volt, jó volt. Na, ugye azt mondták, hogy például a Houston-i irányítóközpont az rettenetesen idegesítő. Nagyon tud hiányozni a föld, magányos hely az űr, a rutin feladatok elég frusztrálóak, becsukni valami szellőztetőnek az ablakát, ezért éjjel az egyik űrhajost fölkeltette a NASA, ő ezen kiborult. Rohadt idegesítőnek tartják az irányítóközpontot, és hogy a kaja szörnyű, ezek voltak azok, amiket összeszedtek, és a legtöbb űrhajós ezt mondta, hogy ezeken kéne változtatni. Ennek van alapja, hogy ez csak ilyen kis csajos picsogás? Hát itt biztos, hogy van valami igazság ebben. Egy biztos, hogy amikor én repültem, én akkor a űrkutatás, az űrrepülések őskorában repültem, 1980-ban. Akkor teljesen más volt a konstrukció. Volt egy 36 tonnás tömegű űrállomás és két űrhajó, hoztengely szerint összekapcsolva, és volt mindössze 4 rekeszünk. Ez volt az űrállomás. És az űrállomásban, ha lehetett volna, éjjel-nappal dolgoztunk volna megállás nélkül. Tudnélik, rengeteg programot kaptam, a hazaiaktól nemzetközi kísérleteket kellett végrehajtani. Ráadásul sajnos 79-ben nem kapcsolódott össze a bolgár űrhajós páros az űrállomással, és a bolgár kísérleteket is nekem kellett végrehajtani Valerijjel. És ez egy fantasztikus plusz feladat volt, de szívesen megcsináltuk. Bennünket az irányító központból nem zavartak. Voltak olyan pillanatok, amikor jó volt, hogyha nem beszélgettünk volna velük, mert teljesen mással foglalkoztunk, de azért ők ezt megértették, hogy a 8 nap valóban kevés. Na most azok a fiúk, akik mostanában repülnek, akár az amerikaiak, akár az orosz, illetve spanyol, olasz, őrösök, teljesen mindegy, a saját moduljaikban dolgoznak, és hát az, hogy a földet nem látod, az egy valós dolog, főleg akkor, hogyha nem is alattad van a föld. Mert éppen másféle tekintet kinézel az ablakon bármelyiken, akkor nem a föld van alattad. De nyilván azért fantasztikus a látvány, nem? Tehát az ember ezt így láthatja a filmekből, hogy az elképesztő lehet. Na, ez egy kicsit kora reggel, hogy fantasztikus, ez talán nem egy olyan nagyszerű jelző, de sokkal fantasztikusabb. Én azt hiszem, hogy csodálatos, aki ott addig eljut, hogy fölmegy a világűrbe és vissza tud pillantani 350 km, 400 km magasról, akkor az egy óriási élvezetetés, és egy gyönyörű látvány. Ez egyik. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azokat a kísérleteket, amiket ők kapnak, azok lehet, hogy rutinszerű kísérletek, meg már megunták, de vannak olyan házi feladatok kísérletek során, amiket többször meg kell ismételni, ahhoz, hogy abból valós eredmény jöjjön ki, akár az űrállomás fedélzetén. Uh-huh.
Úgyhogy meg aztán, ami nagyon érdekes, hogy most sokan vannak, hatan vannak az őrállomásban, mi csak négyen voltunk, mi azért úgy félre tudtunk vonulni. Volt ilyen kuckója mindenkinek, hogy mit tudom én, gyerekek, most álmosok elmegyek lefeküdni, és akkor te félre vonultál, vagy volt egy ilyen, egy ilyen kollektív összebújás, hogy együtt aludtatok egymás mellett? Ilyen inuitosan. Hogy kell ezt elképzelni? Volt egy kuckó, hát mindössze csak négyen aludtunk abban a kuckóban, ahogy mondtad, az egy modul volt. Én a falon, alattam a falon a Popov Leonid, az űrállomás parancsnoka, velem szembe lévő falon sajnos egy óriási tragédiért, ezt azért hadd mondjam el, a Valeri Kubaszov 79 éves korában elhunyt, és ami az igen, amerika, hallottuk. Igen, mi is megemlékeztünk róla. Igen, köszönöm szépen. Ami az amerikai utamat egy kicsit azért nagyon-nagyon félre itt, tehát én megérkeztem Amerikában egy szerdai napon, és csütörtökön ültem a repülőre, és repültem át Moszkvába a temetése, úgyhogy ez egy szörnyű dolog volt. Figyelj, és közben azokat a filmeket bemutatni ott, meg képeket, amikor én együtt dolgoztam a Valerijen. Persze, nyilván az ember megérti. A kaja az milyen volt? Arra mire emlékszel, hogy ilyen bogyókat, vagy konzerveket, vagy ilyen előre feliratozott valamiket tettetek? Vagy mit kaptatok? Hát igazából nem egy ilyen földi variációban megszokott dolgokat, és nem olyan hatalmas tálakban, úgy, ahogy szoktuk, hogy megjugrunk, aztán hajrá. Hát konzerveket készítettek a Magyar Élelmiszerkutatóintézetben nekünk. Nem minden egyes országból engedték meg a szovjetek, akkor nekünk megengedték, bíztak bennünk, és fantasztikus volt. Nagyon ők választották ki a barátaim, és abban egyeztünk, mikor én eszem az orosz konyha remek műveit fönt, ők pedig a magyar konzervek. Aha, ők jártak jobban nyilván. Még talán az előző... Hát kösz. Azért még egy érdekes dolgot hadd mondjak el, hogy azzal valószínű, hogy az válthatta ki ezt az indulatot az amerikai fiúkból, hogy mi 8 napot voltunk mindössze, és akkor, amikor 100 napot, vagy 100 nap fölötti időtartamot töltesz, ott mindig vannak kritikus pillanatok, teljesen mindegy, hogy honnan repülsz, és melyik ország őhőseként repülsz. Ilyenkor van lehetőség arra, hogy lazítson egy kicsit, vagy mással foglalkozzunk, mert azt tudjuk, hogy te például, hogyha nagyon magányos voltál, akkor elővetted a tévémacidat. Mert hogy felcseppészted az űrhajóra. Hát igen, felcseppésztem. Nem, hát ott azért még egyszer mondom, hogy mi lehetőségeink térben lényegesen kisebbek voltak, mint a mostani. Hát az előbb említettem a 36 tonnát, most több mint 400 tonna tömeget jelent az űrállomás. Hát az összes hasonlíthatatlan. Az sokkal jobb. Tehát itt nyilván vannak olyan, és ami nagyon érdekes, az amerikai űrhajósok számára is fülkék vannak. Nekem nem túl szimpatikus, mert biztos voltatok, vagy láttatok olyan filmet, amikor bemennek a törés, kihúzzák a fickót, vagy a nem tudom, hogy kicsodát a hűtőszekrényből című fejezet. Te láttad a Gravitáció című filmet? Ezt megnézted? Még nem. A repülőgépen belekukkantottam, nem néztem, megnézem mindenféleképp, mert hát hogy ne, én is nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon azt mondták, hogy eredetesen jó, tehát szakmabeliek, názások, akik megnézték azt, hogy hihetetlenül eredeti, és valóban ez történik. Hát igen. Ez a téma olyan, hogy erről rosszat nem lehet csinálni. Ha valaki rosszat csinál, igen, akkor inkább ne is nyúljon hozzá, hát gondolom, hogy azért. De hát maga nagyon sokszor már megkérdezték, mi volt a gravitáció, hogy haza lehet látni, és bemutatták, hogy mi a véleményem. Hát nyilván egy dolog életben ezt átélni, és egy dolog csak úgy a filmen, akár 3D-ben is megnézni. A kettő nem ugyanaz. Hát biztos, nem. De a látvány, az ember megpróbálja elképzelni, az fantasztikus lehet, tényleg a gravitációból is kiderül, igen. Merci, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót kívánok. Köszönjük neked. Szépen. Jó, Farkas Bertalannal köszönjük, hello. Te láttad a gravitációt? Nem. Miért nem? Mert nem érdekel egyáltalán. Ez egy nyomorsér. Ez egy nagyon nyomorsér. Nézd meg, gyönyörű. Egyszer érdekes. Megnézem. Egyszerűen. Csak ez nem egy otthon megnézős kis Junos tévén, tehát ezt nagy vászonon kell. Már lecseréltük a Junosztot egyébként. Egy kolorsztárra. 8:30 múlt pontosan 4 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 3:49 múlt 2 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Feri ugye Szabin van, azért nincs, nem azért, mert csendes, meg hallgatok, hogy írjátok néhányan, ami drága Feri, egy kicsit pihen az ő kedves békájával, elmentek messzi olasz homba, és ott mulatják az időt, meg így van, mentenek, kicsit pihennek. Ragazziban vannak most jelenleg. Most jelenleg a Ragazziban, és Bongiornóba mennek majd délután 2-kor.
Trafi az 54-es főúton Kecelen a császár töltés felüljövőket mérik még hozzá, úgyhogy mindenki figyeljen, valamint szintén trafi az 54-esen császár töltés és hajós közt, ezt Misi küldte nekünk. Trafi az M35-ös Debrecen felé vezető oldalán a 34-es kilométernél, és KPM ellenőrzés monoron, még a személyautókat is kiveszik a sorból, ezt Andi írta nekünk, kezd a hangom elfogyni. Na mi van? Süti bizniszeltél? Megkötötted a nagy bizniszt? Srácok, igen. Hagytad magad lekenyerezni? Mert cukrászdák járulnak a fáraó elé, és hozzák el a saját terméseiket, a búzát, a gabonát, zsákokban az állataikat. Mm. Különböző kartondobozokban jönnek már Mr. nem tudom, Mr. cukorhoz a cukrászdák. Elképesztő. Jani 10 perc egy cukrászda képviselővel társalgott kint az étkezőben. Hát hoztak egy kis kóstolót, természetesen. Igen, elképesztő vagy. Azt kell mondjam, hogy nekünk, mert hogy olyan mennyiséget hoztak, hogy gyakorlatilag most elfogyaszthatatlan lenne számomra. Egyébként tényleg fantasztikus dolgokat hoztak, és amúgy egy nagyon patinás kis helyről van szó, egy Andrássy úti cukrászda lepett meg minket. Egy kis, vagy hívják, jó, de mondtad, hogy az ítélet alól nem mentesülnek. Tehát álbajúzás szakán megérkezel kis Mátyás ruhár, Mátyás király áruhában, és díjaz. Most, hogy idehozzák a legjobbakat, az rendben van, de hát majd te, amikor kimész zsűrizni. A trüfe próbálja az evét. Igen. Ja, és nem tudok nevetni, mert megfulladok. Na jó van, hármas ugrás, játszunk már, itt is van a játékosunk. Hármas ugrás, a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Szép jó reggelt, királyok, szavaztok. Zoli, szia. Hello, Zoli, jó reggelt. Szia. Honnan hívsz minket, Zoli? Budapestről. És mit csinálsz? Épül a gépészet. Oh. Szellőzés, légtechnika, ilyesmi. Ezt ebben utazol? Uh-huh. Igen, egy földi halandó, aki kivitelezéssel foglalkozik, nem pedig áruszállí. Igen, meg azok áruszállítók van, de akkor ez kivitelezési oldalon vagy. Jól van. Oké, Zoli, milyenek a kérdések, Jani? Hát most én nagyon picit nehezítettem rajta. Igen? Rajtuk. De... Nem túl elkesítő. Nincs ennet? Nincs. Aha, figyelj, nem nehezítettem még, sem most látom, hogy nem. Mennyi idős vagy, Zoli? Meg szabad kérdezni? 34. Jani, ez egy kifejezetten könnyű kérdésor. Köszönöm szépen, remélem. Jó. És itt van a Morning Show óra, amit ugye tudunk dedikálni, megfejtettük, hogy egy vékonyhegyű feketén alkoholos filccel azt is lehet dedikálni. Nagyon klassz, a morningshow.hu meg a Facebookon vannak már róla fotók, imádják a hallgatóink. Hűtőre lehet felrakni, mert ilyen mágneses, falra lehet akasztani. Már én is imádom, remélem meg is jelöljük. Na, meg lesz az. Figyelj, Zoli. Így szól az első kérdés dedikált egérrelátét, vagy nyakbalkasztóit, pasztartóit. Mennyi Magyarország nemzetközi hívószáma? Plusz 36. Igen, 36. Mehetünk tovább? Mehetünk, igen. Melyik zenekar slágere a Trabant? Ez a második kérdés. Trabant? Fú, a Siposef Tamás. Nem ő az, aki énekelte? De, ez igaz, ebben a formában. Csak a zenekar neve. Nem tudom. AD Studio, nem tudom. Nem tudom. Tudod, ez a Trabanton szállni élvezet. Tudom, hát megvan, tudom. Nem tudom. Ne csináld már. Nem tudom. De ne tédd, nem dálni. Hajj, ne butáskodj. Most ezt miért csinálod velünk? Ne legyél már Durci Manon, na gyere. Nem tudom. Ne butáskodj, már gyere, bújj. De tényleg is mi a lejárat? Ne butáskodj. Dobj egy szőlőcukrot. Ne vicc. Nem tudom. Hogy ki? Dehogy ne. Nem tudom. Ne butáskodj, mert ne legyél. Na, picit. Ne legyél csacsi maci. Na. Ki volt ő? Nem. Tudod te? Glautonból, nem. Na. Trabantot szállni, mert a fogalmam is. Na, már elkezdte, tudod te ezt. Na, hogy van ez? Bátorság. Síposef. Hogy van ez? Síposef. Megvan, nem tudom az együtt. Gyorsabban. Nem tudom. Hogy van ez? Trabantot, fogadjátok már el. Mondjam, hogy énekelj egy kicsit, hogy? Picit. Hogy? Trabantot szállni, élvezet. Gyorsabban száll, mint a képzelet. Ötög és pöfök, hú, de kafa. Zorod, Dara, Dörgöl, kis fogalma nincs. De, hogy fogadjuk. Tudod te. Fogadjuk már el, nem tudom mi az együttes. Nem utáskodj menni. Na, én már elfogadnám, de egy kicsit a Balázs kötélzete evet akarolsz, most őt kell meggyőznöd. Tényleg nem tudom. Ez a baj, nagyon kölgök vérzetes. Látom egy kicsit, exotik. Látod? Tudtam, hogy ki tudom hozni belőle, tudtam, hogy ott van benne. Tudtam, hogy valaki érkezik, és bemondja a jó megoldást, hogy megsugják, vagy elmondják, tudtam. De jó, és még egy másodperc hátra volt a limit időből. Majdnem kifutottál az időből. Na, jó, már csak a harmadikat kell kitalálni. Ja, Isten. Ki segített?
belépte egy kollega, és aggódott értem, és megkaptam egy sípos és így leírta nekem, hogy eljött. Uh-huh. Szállító vagy kivitelező jött be? Egy kivitelező szállító. Éreztem, hogy ki tudom belőled hozni, tudtam, addig nyúzlak. Iszonyatos. Balázs egyébként akar majd a későbbiekben mentális tréningeket is tartani, és hát szerintem ez egy bizonyíték volt arra, hogy ahhoz is van keresnivaló ebben a projektben. Coachingolni fogok, így van. Na, várj, ez még csak a második kérdés volt, úgyhogy még sehol sincs a játék vége, mehetünk tovább. Van még 10 óra. Így van, mindenféleképpen most már. Bírod még az izgalmakat, Zoli? Én bírom, csak a falak bírják, persze. Na figyelj, így szól a harmadik kérdés. Kit alakított Carrie Fisher a Star Wars filmekben? Carrie Fisher, ő férfi vagy női? Szeretném. Nem mondhatunk meg mindent, nem mondhatunk meg mindent. Hát, érted? Tudod te? De, ne vicc. Én érzem, hogy tudod. Tudod te ezt? Carrie Fisher. Na, ne csinálj. Hát, az a Star Wars is gyűlölöm. De, nem, szeretem az a lelked mélyén. Csillagszáborra, Birodalom visszavág, Jedi visszatér. Nem utasd. Ki volt ez a Carrie Fisher. Na, ott van az. Tudod te? Azaz. Azaz. Hogy ne tudod. A fele már megvan. Ne utasd. Ne vicc, menni fog? Persze, hogy tudom. Várjál, gondolkodjam. Most még egyszer. Na, Carrie Fisher. Milyen szerepeket ismert? Egy szállat sincs. Hát azt a hosszú fülőt. Hosszú fülő? Nem. De honnan jöttél a Holdról? Nem, az egy új. A Yoda hosszú fülű, de hogy nem jól mondja. Hát a hosszú fülű. Nem, Bél. Star Wars. Jar Jar Binks. Nem, az a Mr. Spock, az nem ugyanaz. Nem. Star Wars. Gyerekek, olyan erdőbe mentünk be, soha nem jövünk. De ő női vagy férfi szereplő, mert most már hirtelen... Carrie Fisher, Carrie. Női. Ő a hercegnő az a... Na! Az a első három részben. Na, tudod te. Ami a negyediket, hogy kattad. Na, tudtam, hogy tudod, Csacsi Maci. Na, jó van. Ne viccelj már. Hát a vagyom eldobom, tényleg. És akkor még bumboz is eke? Nem, figyelj, megcsináltad. Látod, hogy előhívtad a tudást. Ennyi, kiosztod belőle. Ez nagyon jó volt. Így hát komolyan mondom. Volt némi melőves benne, negyedik, hatodik rész, nem vulkáni. csak ne óvjatok, mert passzivitásért. Dehogy is, pont benne voltál még az időben. Nagyon szépen köszönöm. Abszolút nem csúsztál ki. Köszi a játékot, küldjünk neked mindent, dedikáljuk. Nagyon szépen köszönöm, királyok vettem. Őrült, te jól játszottál, Zoli. Szevasz. Zeni voltál. Jó, szia, jó kivitelezést. Ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, mindenkiben ott van, csak ki kell belőlük hozni. Ez a műsorvezető feladata, nem? Micsoda blitzkriget tudott le, érted? Mint a villám, úgy megfejtettem. Az összes kérdés. Azt hitte, hogy nem tudja. Tudja? Tudja, ott volt ez. Így van. Jól van, péntek van, ez azt jelenti, hogy a Peti hetes jönne, ha a Peti csinált volna valamit. Gyerekek, én nem tudom, mi van ezzel a fiúval. Csinált kettő. Sparlátos úgy hallott. Kettő, azaz kettő darab anyagot. Na, de miért? Én értem, hogy a Hajdúba is dolgozik már, és lehet, hogy a Hajdú jobban fizetne, Petinket megvette, de hogy kettő darab anyaggal szúrja ki a szemünket, ez most már azért kezd egy kicsit szemtelen. A harmadikat hallgassátok meg majd a frisbee-be. Úgyhogy Peti iszonyatosan sokat melózott a rovatán, nagyon oda tette magát, kettő darab hír tudott feldolgozni és elénekelni nekünk. Meghallgatjuk azért ennek ellenére, hát egy 4-5-ről indultunk, most már így kettőnél tartunk, ennek is örülünk el. Valamit fölhívjuk a mi drága szújó macinkat. Persze. És kicsit kifogatjuk, hogy szerintem az elmúlt 10 év legizgalmasabb szezonjának futunk neki, végre a Red Bull hegemóniának vége, Vettel, hál' Isten, az nem is fog végigmenni, már nem azért, mert ellene drukkolok, csak dögunalom volt az elmúlt 4 év Forma 1-e szerintem. Őrületesen nagy káosz lesz, senki nem tudja, hogy ki a befutó, ki a nyerő, úgyhogy izgalmas szezon lesz. Végre nem a Red Bull. Végre. Senki ne tekerje el, mindenki hallgasson minket, ne csak a kivitelezők, hanem a szállítók is. Így van. Mikrofonon keresztül nem fertőz. Nincs még tüneted? Semmit nem érzel? Bírod? De most betoltam egy ilyen forró italt, ez volt az utolsó csomag abból, amit a Viki hozott neked. Már preventív jellege, mi előre turbosít, azért nehogy elkap. 4 perc múlva pontosan, 9 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlva 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Janim! Sziasztok, szia Bali, hello. Jobulást! Köszi, drága hallgatóink, itt vagyunk, kicsit szedetvedetem a határsaság, Jani tartja a frontot, én itt Farvize nevickélek mellette, de valahogy azért kihúzzuk ezt a 4 órát, aztán hétfőn már próbálom magam egy kicsit jobban rendbe tenni. Most valami ledöntött. Skarlát, vérvörhény. Skarlát régesebben vérvörhény. Most olvastam egyébként, hogy utánéztem a skarlát tületeinek. Vérvörhény. Csak mondom, hogy milyen gondos szülők vagyunk egyébként, tehát március 15-ét ünneplik az óvodában, nagyon helyesen, gyerekekbe bele kell verni a nemzeti öntudatot, tudja is, hogy mi az a március 15-e, előírták, hogy ünneplőben kell bemenni fehér fölső, fekete nadrág, fekete cipő,
kinek ment be egy Converse tornacipőbe, baseball sapkába, piros pulcsiba a gyereke. Nagyon mosolyogva, lepacsizva mindenkivel, elos srácok, jöttem én is. Kinek? A miénk természetesen. 35 ezer darab gyerek között áldogál piros pulóverben, Converse cipőben, baseball sapkába. A 4,5 éves kis Benny. Mert hogy az ő drága jó szülei elfelejtették ezt a március 15-i ünnepséget, és most hívtak az óvodából kétségbe, hogy nem akarunk-e valamit ráadni a gyermekre mégis. Úgyhogy egy kis segítséggel most éppen a ruhákat dílerkedünk be a gyereknek. Igen, de cukik voltak az övőnök, mondták, hogy de tulajdonképpen maradjon a dolog, nem az óvónők hívtak, hanem a babysit, de hogy hát ott bandázik most piros pulcsiban. Na. Na, nincs ezzel baj, nem? Jó, hát... A gyerek már most renitenskedik. Figyelj, hogyha mondjuk egy piros pulcsiba, egy fehér nadrágba és egy zöld Converse-be ment volna be, senki meg sem szólhat. Igen, az egészen akkor meg azt mondják, hogy egy kicsit túl lihegtétek sztorit. Igen, túlságosan felöltöztettünk nemzeti lobogóba a gyermeket. Na, hogy ízletek egyébként a süti kompozíciók? Ezek a művészi süti kompozíciók az András útról. Én úgy örülök, hogy a fára udvar tartásával itt lehetek egy apró kicsi kis szolgaként valami lecsöppenő, miután a fáraó elcsomagolta magának kiszemelt süteményeket, hagyott ott az alattvalóknak néhányat, amit mi is megkóstolhatunk. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon finomokat küldtek. Nagyon. Olyan jó, hogy Feri a sonka felelős, te a cukrázza felelős, én őszintén nem hozok semmit, viszont mindenre nagyon örülök. Teljesen olyan őszintén, nálam őszintén, mert senki nem hoz semmit. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, hogy hozzád már így tényleg eléd járulnak. Leteszik az asztalra, elmagyarázzák, hogy mi micsoda, és távoznak. Kijön a fáraó, és íze szerint kóstolgatja a süteményeket. Picit nagyon szakmázunk, dumálgatunk. Nyilván én magát a szakmát azt csak ugatom messziről. Jó, de krémes, fogyasztom. Igen, de krémes, hogy 12 percig senki nem tud beszélni, csak te. Tehát, hogy egy 6 perc alatt vettetek át egy süteményt, és volt 20 darab sütemény. Tehát, ez nagy, de ez cimpi, nagyon finom. Úgyhogy köszönjük szépen. Csomó balesetünk van, mondom, hogy hol. Kemen dolláron ilyen van? Van, hogyne volna. Kemen dollár. Ott is volt vár, sajnos már csak a várhegy van meg, illetve az alapoknak egy része, mert azt már elhordták, de egy elég szép kis vár volt ott annak idején, hogyha gondolod, nézzél utána. Nagyon köszönöm, ha szép vár, el is megyek megnézni. Az Erzsébet vasoron munkálatok lassítják a forgalmat, bontják a magas korlátokat, ezt István küldte nekünk. Baleset a Soroksári úton kifelé az Illatos útnál, a lámpák kikapcsolva, a káosz is alakul, a dugó, rendőrök a helyszínen, de minek kérdezi Fecó? Nem tudom. Imádtam. Soroksári út 150 szám előtt két autó csúnyán összetörte egymást. Három sávból két sáv nem járható, sok a törmelék, úgyhogy emiatt van a dugó, csak hogy egészen pontosan jelentsünk nektek, ha valaki arra megy, próbáljon kerülni. De jó, egyik kedves hallgatónk ugye megírta, hogy Feri tegnap már Giordano Bruno-ban látták. Komolyan? Ott volt Giordano Bruno-ban? Igen, állítólag Dolce Vitát hívott. Na jól van. Igen, Feri egy kis olasz turné van. Azt tudom, hogy este mennek Bongiornóba, de nem tudom, hogy most legyen most Giordano Bruno. Ja, így van, akkor de én... hát az odafelé fél úton van kb. Na, hívjuk a mi drága Szújó Macinkat, mert ugye hétvégén Forma 1. Szerintem még azokat is lázban tartja most ez a futam, akik egyébként nem nagyon néznek Forma 1-et, vagy csak egy ilyen csendes vasárnapi szúnyókálásként tartották ezt számon az elmúlt néhány évben, megnézték a rajtot, aludtak egy jót, majd amikor a szúnyó nagyon üvöltött a célba futásnak, újra fölébredtek. Én is ezek közé tartoztam, szerintem dögunalom volt. Tényleg dögunalom. Illetve Weber Gabi. Igen, volt egy-két jó futam, meg voltak izgalmas dolgok, de az elmúlt pár évben a Forma 1 dögunalom lett. Ugye hát ez szeretjük, nem szeretjük a Red Bullnak köszönhetően, semmi bajom velük, de hogy egyszerűen unalmasra tették, hát a Schumachernek is volt egy ilyen korszak, amikor mindent ő nyert, és tulajdonképpen most olvastam egy kimutatásra, ami 20%-kal esett a Forma 1 nézettsége. Tehát a legjobban nyilván Bernie dörzsöli a kezét, hogy végre megint lesznek izgalmak. Ugye egy nagy korszakváltás történt most a Forma 1-ben, teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi történik, ki lesz élen egyetem, végig mennek-e. Fettel azt mondta, hogy ők ha egyáltalán beérnek az isteni csoda, a Merci nagyon esélyes, a Ferrari esélyes, a Renault egy kicsit kezdenek magukhoz térni. Minden esetre végre évek után újra izgalmas futamot láthatunk. Ami megmondhatatlan, hogy ki lesz, vagy ki végez az élem. Igen, soha nem jó egyébként, főleg a technikai sportokban, amikor van egy olyan szintű hegemónia, mint amilyen például a Red Bull volt éveken keresztül. Vagy szegény Schumacheré. Igen, szóval, hogy tényleg lehet szeretni a Red Bullt, meg Vettel kiváló tehetség, de hogy dögunalom már tette a Forma 1-et, az biztos. Nem? Most viszont meglátjuk, hogy lehet drukkolni Alonsónak, lehet drukkolni a Merciseknek, Hamiltonnak, Rosbergnek. Nyilván Vettelnek most kevésbé. De 4 évig ott voltak, és ez bőven elég is volt. Úgyhogy... köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Mindenféle kis saját magán már bevált gyógyszerekkel dobál. Téged cukrászati süteményekkel, engem pedig gyógyszerekkel. Így van. Kinek mi vált be? Ennyi. Balázsnak hozzák az italporokat, meg mindenféle vitaminos cuccokat, meg jönnek életbiztosításokat kötni, meg ilyesmi. Igen. Na, itt van a Szújó Macink, hívjuk, elérhető? Ja, hogy Anna. Belassultál a sütitől? Anna, nem? Te meg is fővöd a Szújó. Hívjam én? Ali, csörög rá, akkor te. Nem hívjátok a Szújót? A sajátodról. Nem hívjuk a Szújót? Nem tárcsázzátok? Hát akkor? Hát, ja? Csajok, srácok. Értem. Miért kéne ma megint kirúgnom valakit? De most nem hívjátok. De most nem hívjátok a Szújót? Nem tudom. Nem tudom. Értsd meg, nem tudom. Hívjátok a Szújót. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nagyon magam előtt látom ezt a karaktert egyébként, aki egyre jobban nem tudja, és egyre dühösebb magára. Egy idő után egyre dühösebb a világra is, már hogy nem tudja. És a végén már szabadulna, annyira nem tudna. Nem? És életesen jó fej volt. Nagyon szeretem. Igen. Valaki azt írja, kedves vasárnapi szújókálás lesz ma. Na, az nem lesz. Szerintem a vasárnapi futam az nem lesz szújókálás. Lehet, hogy ez Zoli is foglalt? Lehet, hogy ez Szújó meg a Farkas? Nem tudom. Nem lehet, hogy a Farkas Berci meg a Szújó egymással beszél? Egyébként igen, hogyha megfigyelted, akkor a beszélgetésünk alatt, amikor ugye a Bercivel dumálgattunk, már megszólalt a telefon, közben már valaki hívta. Lehet, hogy azóta tartja szóval. Lehet, hogy azóta van egyébként. Na, ha minden igaz, akkor itt van Szújó Zoli! Hello Zoli, jó reggel! Szia! Jó reggel, de kapcsoltátok már a biztonsági öveket? Már nagyon várjuk ezt. Egy hallgató írta, hogy végre ne vasárnapi szújókálás legyen, ugye a Red Bull. Jó, hoppácska, igen. Mert hogy ugye hát végre kiszámíthatatlan, végre megtörni látszik a Red Bull egyeduralma. Nekem tényleg semmi bajom, és Isten rész, hogy valaki ellen drukkoljak, de hogy ez most végre izgi lesz, az tök jó. Igen, kiszámíthatatlan, inkább nem tudom mennyire lesz izgalmas, de a kiszámíthatatlanság az valóban egy kis izgalmat hozhat a rendszerbe, bár azért az olyan sokat szenvedett Red Bull Renault-s Sebastian Vettel azért csak odaért a negyedik helyre a második szabad edzésen most reggel. Komolyan? Tehát azért nincs akkora baj lehet, és megtett 41 kört, amivel ő volt a legszorgalmasabb a második edzésen. Egyébként Hamilton, Rosberg, tehát Mercedes 1-2 van, aztán Alonso lett a harmadik a Ferrari-val, Vettel 4, Button a McLarennel 5, és Ricardo, ugye ő lett Webber utódja a Red Bullnál, ő bejött 6-nak, Räikkönen a 7-dik a Ferrari-val. Akik szenvednek, azok a Lotusok, az borzalmas. Grosjean 18, Maldonado meg nem is tudott elindulni. De akkor lehet, hogy a Red Bull altatott, vagy mi ez most? Nem tudtak menni, most meg 40-et mennek. Volt egy nagy változás az elmúlt napokban a tesztekhez képest, egészen pontosan a Renault, ugye a Red Bull motorszállító partnere, meg még néhány másik csapat motorszállítója, végre megengedte azt, mert a szoftvert úgy tudták fejleszteni, hogy teljesen fölcsavarják ezeket a motorokat, és hogy csúcsra járassák. Eddig a Renault azt kérte a Red Bulltól, hogy ne járassák csúcson a teszteken a motorokat, mert egyszerűen túl fog melegedni, és fölrobban az egész a szandba. És ezt most állítólag szoftveresen megoldották. Azt tudni kell, hogy ezeket a motorokat ugye olyan szinten kell programozni a hibrid rendszer miatt, hogy itt legalább annyira a programozók fognak versengeni 2014-ben, mint a pilóták, akik ülnek az autóban és nyomják a gáz meg a fékpedált. Hogy a Merci tartják most mégis a legesélyesebbnek? Lehet azért így finoman kalkulálni, hogy az erőviszonyokat abszolút azért így felmérni? Igen, és ezt ők nem is tagadják, hogy általában, hogyha egy ilyen helyzetbe hoznak egy csapatot, vagy azoknak a csapatnak a képviselőit, hogy folyamatosan esélyesként tüntetik fel őket mindenféle félmondatokkal, meg a kérdésfeltevéssel, és így tovább, akkor ők tiltakozni szoktak. Ez azért elég gyenge a Mercedes részéről. Azt tudni kell, hogy valószínű ennek a hátterében az rejlik, hogy a Mercedes hamarabb elkezdte fejleszteni az egyébként 2,5 évvel ezelőtt kihirdetett új szabályoknak megfelelő erőforrás rendszerét, míg úgy tűnik, hogy a Red Bull nagyon el volt foglalva a tavalyi évvel, és egy picit későn kaptak észhez, és későn kezdték el a fejlesztést, ezért vannak egy pici lemaradásban. De azt is fontos elmondani, hogy a Forma 1 az mindig egy fejlesztési versengés is szezon közben. És ugye ezek a technológiák még annyira kiforratlanok, hogy az, aki szezon közben rájön valami okosságra, ki tud valamit találni, vagy egyszerűen csak gyorsabban tud fejleszteni a többieknél, akkor az nagyon komoly előnybe kerülhet, és gyorsan. Uh-huh.
És akkor mit mondanál most hétvégére, vagy mi lesz? Egyáltalán lesz olyan, hogy valaki nem megy körben, leáll a motor, nyilván ezekre lehet számítani, nem? Tehát ez most olyan lesz, hogy ilyen csetlésbotlást jósolnak mindenhol, olyan lesz, mint egy ilyen gyermekcipőben járó, ilyen vadonatúj forma egy, azt olvasni, vagy azt mondják. Vicces lesz, de alapvetően azért ne ez alapján ítéljük meg majd az új forma egyet, de tény és való, hogy fogunk látni furcsaságokat. Én még azt is megkockáztatom, hogy nem lesz ott mind a 22 autó a rajtrácson vasárnap reggel, vagy igen, magyar idő szerint hajnalban, mert egész egyszerűen, hogyha valami ezekkel az erőforrásokkal történik, annyira bonyolult és időigényes a karbantartásuk meg a javításuk, hogy lehet, hogy nem fognak tudni fölállni a rajtrácsra, és igen, erre konkrétan föl kell készülnünk, hogy az Ausztrál nagy díj 24. körében akár az élenálló pilóta alatt egyszer csak megáll az autó, és nem tudják, hogy mi történik. Kigyullad a hibrid rendszer, voltak ilyen problémák a teszteken, és ez vastagon benne van még a pakliban. Nagyon röviden csak, hogy miért új korszak ez a Forma 1-ben, a hibrid Forma 1 kezdődik meg 2014-ben. Van egy alapmotor, egy alap turbomotor, ami szintén újítás, hiszen 1988 óta nem volt turbomotor a Forma 1-ben, tehát van egy 1.6-os 6-hengeres turbomotor, amely csak egy része annak a komplex erőforrás rendszernek, amely hajtja ezeket az autókat. Ez a turbomotor önmagában durván 600 lóerőt tud, és még 160-at mellé tesznek a mozgási és a hőenergia visszanyerő rendszerekkel. Röviden ennyi. Hogy hoznak egy 1.6-os motorból 600 lóerőt? Azt most így megütötte a fülemet, én azt hittem, hogy ezek ilyen nagyobb motorok, egy hatos motorban 600 lóerőt, jó. Még ez is csoda, és alapvetően amikor azt hallja az ember, hogy 600 lóerő egy Forma 1-es autó kapcsán, akkor nem igazán kapja föl a fejét, mert azért a Forma 1 történetében bőven voltak 1000 lóerő fölött is teljesítményben, de azért ezek a hibrid rendszerek, ezek mindenképpen megváltoztatják az egész Forma 1-nek a képét, és ami szerintem mindenképpen jó hír, az elmúlt akár évtizedben vagy évtizedekben egy ilyen közhely volt a Forma 1-jel kapcsolatban, hogy azért jó a Forma 1, mert ezek a fejlesztések meg megjelennek a mi utcai autóinkban, a Ladában meg a Wartburgban. Az elmúlt években ez nem volt elmondható a Forma 1-ről, most viszont valóban megint egy olyan kísérleti laboratóriummá válik a Forma 1, hogy ezeket a technikákat, technológiákat fejlesztik, popozgatják, élesítik, és hogyha jól megbízhatóan működnek, akkor átkerülhetnek az utcai autókba. És ez nagyon a megbízhatóság, mert így van. Ez a megbízhatóság fontos, illetve a hatékony üzemanyag felhasználás, hiszen nagyon fontos új szabály idén, hogy harmadával csökkent a felhasználható üzemanyag mennyisége. Tehát amíg tavaly durván 150-160 kg üzemanyag volt a fedélzeten, addig idén 100 kilóval végig kell csinálni, tehát nem tud mást tenni a pilóta és a mérnök, csak azt, hogy ezekre a hibrid rendszerekre hagyatkozik. Úgyhogy érdekes lesz, és valóban ez egy új korszak, tudom már elcsépelt, mert sokszor mondtuk, de tényleg annyira új lesz, hogy nagyon furcsa dolgokat fogunk látni. Ráadásul vasárnap, hogy hogyan bontakozik ki egy verseny, milyen képe lesz egy futamnak, milyen stratégia lesz győztes, és milyen taktika bizonyul vesztesnek, ezt még mi sem tudjuk. És ugye olyan rádióüzeneteket fogunk hallani, amit nekünk is a Gáborral dekódolni kell majd, hogy mégis mire gondol a mérnök, amikor valamit Felipe Massa vagy Fernando Alonso fülére mond, akkor ezt nekünk is meg kell fejteni, szóval nem mondom, hogy előre mentegetőzünk, mert azért tisztességesen, úgy érzem, tisztességesen fölkészültünk az új Forma 1-ből, de még mi sem láttunk ilyen versenyt az új korszakban, mint ahogyan a mérnökök sem, tehát nekik is egy óriási kérdőjel lett, hogy hogyan alakul majd és pontakozik egy futam. Élvezzék, tőljünk hátra, és nézzük, adott esetben mosolyogjunk, vagy bosszankodjunk, de ez most tényleg egy ilyen kísérleti fázis lesz. Még az első 3-4 futam mindenképpen. Egyébként így visszakanyarodva mindenképpen, mert szerintem nagyon fontos az az üzenet, amit a Forma 1 közvetít ezeken a hibrid motorokon, meg ezeken a változtatásokon keresztül az egész világnak, szerintem ez egy borzasztó fontos üzenet, mert azért valljuk őszintén, nagyon sokan álltak hozzá hosszú időn keresztül úgy a Forma 1-hez. Egyébként én azt gondolom, hogy jogosan, hogy üzemanyagtonnákat elpöfögő, dollárhalmokat elpöfögő, kicsit megalomán, kicsit csili-vili, kicsit öncélú cirkusz. Így van. Miközben most azt fogja üzenni a világnak, hogy gyerekek, így is lehet teljesítményt, lehet környezetbarátan gondolkodni, környezetbarát technológiákban gondolkodni, és adni valamit a világnak, a világ egy másik szegmensének is. Annak, aki... Hozzátérje azt, hogy ezek a technológiák és ezeknek a kifejlesztése még nagyon nem környezetbarát. Tehát amíg egy 160 lóerőnyi energiát eltárolni képes akkumulátort kifejlesztenek, megépítenek, azért az hagy egy jó nagy lábnyomot,
korogé lábnyomon, de hogy hosszú távon mindenképpen ez az üzenet. Figyelj, az autóiparnak és a világ által feltett kérdésekre a Forma 1-nek muszáj válaszolnia, muszáj reagálnia, hiszen ez az autóipar első számú hirdető táblája a világon. És ebben abszolút egyetértek veled. Mondom még egyszer, félreértés ne essék, most még a bevezetés hajnalán ezek a technológiák jóval drágábbak és kevésbé környezetbarátak, mint azt egyébként gondolnánk, de hosszú távon azt gondolom mindenképpen ez lesz az út. És hozzátéve azt a kérdőjelet, amit bevallom, hogy nyilván én sem tudok meg más se, mert nem vagyunk jó sok, hogy vajon ez nem egy evolúciós zsákutca lesz majd hosszú távon. Mert ez is benne van a pakliban, hogy valami olyan más irányt vesz az egész autóipar, hogy arra megint reagálnia kell a Forma 1-nek, de egyelőre ez tűnik környezetbarátabbnak, zöldebbnek, így mindenképpen jó. Hát meg ahhoz, hogy tudjátok, hogy ez egy zsákutca, el kell indulni abban az irányba. Persze. Pontosan el kell jutni a falig, hogy megtudjuk, hogy zsákutca. Jött egy SMS, ha már úgy is beszéltek az övvel, szóljatok neki, hogy kisült a kakaós csiga, ugorjon le a pékségbe, ne csak Janinak legyen jó. Van alattatok egy pékség? Ez komoly ez az SMS? A Kunigunda úton? Nem tudom, kisült a kakaós csiga, ugorjon le a pékségbe. Azt hittem, hogy van valami kedvenc péked ott, ahol vagy éppen. Ez valami kódolt üzenet lehet, de a dekódolás egyelőre nem megy. De azért persze nem. Figyelj, van valami fotoszabályváltoztatás, ami még izgalmasabbá teszi a dolgot? Hát figyelj, ugye nagyon nagy vihart, vagy nagy felzúdulást keltett a szezonzáró dupla pontos szabály. Ezt megpróbálták néhányan megfúrni, például Bernie Eccleston, de végül a csapatok elfogadták. Magyarán szólva, Abu Dhabiban novemberben a szezon utolsó futamán a győztes nem 25, hanem 50 pontot kap, és így tovább, tehát mindenki kétszeres pontszámot kap, és ezzel azt akarják elérni, hogyha valaki elhúz ugyan a mezőnytől, azért még az utolsó versenyen legyen esélye arra, hogy behozza a lemaradását. Szerintem óriási butaság és hatalmas bőtség. Milyen jogon helyezünk egy Abu Dhabi nagydíjat mondjuk egy monakói, egy spái, akár egy hungaroring vagy egy silverstone-i nagymúltú verseny elé. Értem a kezdeményezést, ugyanakkor meg, hogyha az történik, hogy például Sebastian Vettel vagy akár Lewis Hamilton, hiszen idén egyelőre úgy tűnik, hogy Hamilton Rosberg Mercedes fölény lesz, elhúznak a szezon feléig, vagy első kétharmadáig, akkor már tök mindegy, hogy 50 pontot kap az összes, vagy nem. Ez nagy szabályváltozás. Ennyi már izgalmasabb legyen, nem? Hogy ott még lehessen kicsit bajálni, számolgatni. Persze. Nem akarok belevenni a részletekbe, vannak egyébként, visszahozták a szezon közbeni teszteket, vannak új büntetési formulák, egészen pontosan 1-5 másodpercet oszthatnak ki a versenybírók, és gumicserek közben kell letölteni, tehát beáll, hogyha megbüntetnek valakit egy kisebb kihágásért, akkor a következő gumicseréje előtt 5 másodpercig nem nyúlnak a kocsihoz, és csak akkor kezdenek el dolgozni. Kapnak a kvalifikáción egy extra set opciós gumit, tehát a lágyabb gumit, hogy még tudjanak a Q3-ban is körözni. Ez mindenképpen jó hír, mert nem lesz az, hogy üldögélnek a garázsban az utolsó szakaszában a kvalifikációnak. A motorokkal kapcsolatban szigorúbb a felhasználási szabály. Úgyhogy van egy csomó, ezeket majd mind el fogjuk mondani. Amit szépen mondjátok fokozatosan. Úgyis a lényeg az, és Börvék Leszton nagyon jól megfogalmazta, amikor tavaly beszélgettem vele Barcelonában, hogy menj ki, kérdezd meg 10 turkolót, hogy milyen motor van ezekben az autókban. Fogadok veled, hogy 10-ből 9 nem fogja tudni. Mert a lényeg az, hogy Lewis Hamilton és Fernando Alonso hogyan csapnak össze újra, hogy Sebastian Vettel egyeduralma megtörik-e, és hogy ki mire elkönne, mire megy a Ferrari-nál. Tehát itt jó versenyeket látunk, és ott vannak a pilóták végül is, ők használják a jobb meg a bal lábukat, ők tekerik a kormányt, ők lökik ki a másikat, ők csapják le idegesen a kesztyűt meg a sisakot. Azért az érzelmeket azt ne feledjük el. Ez izgalmas és érdekes szezon előtt állunk. Érdemes lesz velünk tartani vasárnap, sőt már szombaton. Atya úristen! Micsoda elvárás! Elélveztem! Sőt már ma a 21 óra 15-kor az M2, jó hír, nagyon fontos változás, hogy korábbra került a második szabad edzés felvételről történő és kérdéseket, Facebookon érkező kérdéseket megválaszoló közvetítése, tehát 4:10-kor az M2-n ma már találkozhatunk. Nagyon jó, gondolj rám, hogy én még mindig nem értem a safety kártot, ha bejön, mondd el, hogy miért áll ki mindenki tankolni, mi van akkor, mert azt még mindig nem tudtam megérteni, gondolj azokra is, akik sok szabályt elfelejtettek, ha jön a safety kár, mondd el Balinak, miért áll ki mindenki, és hogy kerül arra a helyre vissza, ahova éppen akkor ki
kimegy, az nekem a 10 éve nem megy bele a fejembe, minden safety car-nál mondjatok erről egy mondatot, jó? Jó, rendben van, vettem az adást, tessék nézni a Forma 1-et, mert jól fogunk érdekes dolgokat látni. Bizony. Zoli, tudtad egyébként, hogy a Feri Olaszországban van, Milánóba mentek? Most lehet, hogy Monzába is átugranak, csak még előtte mindenképpen lesz egy körük Pappardellébe. És Bongiornóban? Igen, Bongiornóban, illetve beugranak Tájatellébe is. Hát a gyönyörű Arrivederci tengerpart, hát hogy mit sétáltunk. Tudom, véletlenül beszéltem vele, és éppen Verónában értem utol, azt mondta, hogy nagy csalódás volt az erkély, Rómeó és Júlia erkélye, de hát minden ilyen dolog nagy csalódás a világon, amit képről ismert Pisilő kisfiú Brüsszelben, Mona Lisa a Louvre-ban, ez mind kisebb és szerényebb annál, mint azt te gondolod. Ezért nem utazik a Jani, mert már mindent megnézett képről, mi a Ferének menjen el. Ha Milánóba mennek Feriék, akkor onnan Monza már tényleg csak egy köpéstől van, mert tulajdonképpen külvárosra, mert egybe van építve. Így van, jó nagy smungos csula, de hát... Zoli, köszönjük szépen, nézzünk, hallgatunk, vigyázzatok magatokra, köszi. Nagy kalappal a szezon első adására. Ciao, hello. Köszi, ciao. Zoli, köszönjük szépen. Hello, Zoli. Nagy mokamester. Basszus, fizetnünk kellene kiért. Most komolyan. Ezért a megszólalásért minden normális médiaiskolába fizetnek. Mi meg csak itt végighallgatjuk mindig, amikor bekapcsoljuk. Én szépen fölhájpoltam. Na, Peti. Peti csinált 2 darab hírt, igazából, ezt mi meghallgatjuk. Miről is énekel? Nézzük csak. Hol van? Ott lesz. Itt lesz. Nem tudom. Értsd meg, nem tudom. Nem tudom! Aleska Diamond cirkuszi kötélszánccal cserélte a felnőtt szexfilmezést, legalább egy időre úgy tűnik. Az expornós ugyanis egyfolytában spárgázós képeket tesz föl magáról a netre. Kicsit olyan, mint amikor Bódi Szilvi árasztott el mindenkit a ruttáncos képeivel. Igen. Van itt még a hírben. Aleska Diamond, ő ugye egy felnőtt filmben szereplő kislány. Bizony, ugye? Kislány. Igen, hála Istennek. Mert azt már büntetnék, hogyha olyanokat nézel. De azért neki egy nagyon komoly mozgás kultúrája van, független attól, hogy most felnőtt filmekkel foglalkozott vagy sem. Én is időnként rábukkanok ilyen videókra, meg gifekre, meg képekre róla. Egyébként olyan portálokon, hogy miért, hát most érted, amikor mindegy, hagyjuk. Igen, nem is tudom, hogy kérdez a bigtits.com-ra. Na, ő például pont nem. Például nem bigtits. Hogy tényleg, egyébként nagyon érdekes, nagyon izgalmas az a tevékenység, amit ő folyt. Meghallgatjuk, hogy Peti mit énekel Aleska, vagy Aleska Diamondról. Valami Aleskáról szól az esti mese. Aleska, ne légy hűvös, mint Alaszka. Adok én majd magot, ha éhes a malacka. Aleska, nem éppen egy deszka. Letöltöttem mindent, de már nem elég a filmed. Hát ma tőled zengnek a hangszála. Elsütök egy viccet, elrepegnéd az imádat. Ha kezelésbe venném a pinduri szádat. Aleska, ne légy hűvös, mint Alaszka. Adok én majd mankot, ha éhes a malacka. Aleska, ugye végre valami lesz ma. Azt ígérted, itt lesz, ha nem hát csukló. Negró lennék a torokra, amikor rendesen megfázott, már néhány kötelet megmászott, de engem eddig kihagyott a sorból, egyedül olyan, mint a leves porból, addig-addig spárgázik, amíg a Peti egyszer alámászik, hogyha rám néz a tekintet, egy gyilkos időjós volt, a lebegő nyírkos, riffe végre, te vagány liba, utazunk le pornó a pátiba. Aleska, ne légy hűvös, mint Alaszka. Adok én majd mankot, ha éhes a malacka.
lófi lesz. Van még egy Gáspár Zsolti álma, hogy testvérével duettet énekelhessem. Ezt aha, már állítólag gyerekkorában megálmodtam. Énekesi babaidokra tör. Ugye Gáspár Zsolt, akinek nagy vágya, hogy duettet készítsen testvérével, Győzikével. Hmm. Te tudtad, hogy van tesója? Igen, tudtad, van a Zsolti. De. Igen? Igen. Hát, és egy idő, hogy együtt is szerepelgetnek egy tévéműsorban, de korábban is már sejtettem, hogy ő létezik. Viszont azt nem tudtam, hogy neki vannak énekesi ambíciói, és hogy ő erről álmodik valószínűleg egyedül a világon. Na, meghallgatjuk, hogy Zsolti és Győzike híréből mit hozott ki Peti. What is love? Ne bántsa engem, van pénzem dögivel. What is love? Ne bántsa engem, van pénzem, hajajaj. Még egy gázsó tarjámból, a celebkedő fajtából. Egy is sok volt, nem hogy kettő, kényszer zubbony, meg egy mentő kéne. Ez a Zsolti, ez ő, bezárt már a Lipót mező, de az tudós kör volt ehhez képest. Jaj, more, hát ez kell a népnek, jaj, hogy verjen ki a ragya. Nem volt jó, neked a tanya, mindenki lehet sztár ma már. Egyik zebra, másik szamár, tehetség vagy hang, az nem kell, lehet DJ, lehet rapper, és meg is hívják Hakniba. Na ez ám itt a nagy hiba, mit csinálhat a színpadon? Csak ne lassan irgalom, de amíg jó a nézettség, rajtuk van a védettség. What is love? Ne bántsa engem, van pénzem, dögivel. What is love? Ne bántsa engem, van pénzem, hajajaj. Na, hát a többi dal majd biztos... A többi dal majd biztos a frisbee-ben. Hát, jó volt, értem, hogy vannak más munkái is, de hát frisbee-ben mennyit csinál? Heti kettőt, hármat, négyet? Nem, szerintem ott heti egyet. Heti egyet? Heti egyet. Hát akkor miért nem ír ide többet? Hm. Azt hittem Péterünk jobban kizsákmányolja. Jó, itt a fia, akkor a Hajdúd nyilván kifizeti azt az egyet, aztán még egy kifizet, még kettőt, hogy azokat ide ne írja meg. Igen. Most kaptam a Feritől SMS-t, azt mondta, hogy végeztek Milánóval, most mennek át Canelloniba. Egyébként nagyon jó, nagyon jó. Arra fele majd várjál csak Canelloniba. Igen. Hogyha ott jobbra kanyarodok le egyébként, a Fusilli táblánál, akkor jöttek el Canelloniba. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 3:40-10 lesz, pontosan 6 perc múlva, és hívjuk a naphallgatóját is. 6 perc múlva, pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hát hallgattam a szújót, esküszöm, én nem vagy a Forma 1 rajongó, a monakói nagydíjat néha megnézem, mert az izgi meg utcán zajlik, de alig várom a vasárnapot. Tehát most valahogy érdekessé tette. Persze, jó lesz. Hát jó lesz, mert ugye nem tisztázottak az erőviszonyok, tehát pont azért lesz jó, mert nem az, hogy megint fettel elmegy, alszol egy nagyot, aztán fölébred a célba, hanem egyszer megmondhatatlan, hogy mi lesz az eredmény. Ahelyett, hogy elmentél volna a Fighters Run-ra, Kecskemétre. Bocs, de most Forma 1 volt. Technikai sport, mi? Abba, hogy izzadsz meg? Hogy lesz feszes a tested? Hogy leszel szálkás? Hát, hogy leszel izmos? Hogy leszel férfiak? Közben emelgettem a súlyzókat. Mi ez a Fighters Run? A Fighters Run ugye akadályfutás, én sajnos most nem tudok ott lenni, mert lesz egy családi programunk, de mindenképpen mentem volna, most Kecskeméten rendezik meg. De tavaly ezen voltál, nem? Voltam, kétszer is voltam, erre is mentem volna, csak most úgy alakult, hogy egy kis családi program lesz helyezve. Ez akadályfutás, ez nem olyan, mint az atlétikában, hogy át kell ugrani bizonyos akadályokat, hanem csúszni, mászni kell. Csúszni, mászni, kúszni, dagonyázni. Így van. És közben teljesíteni a 7, avagy 14 kilométeres távot. Szép. Nem bocs, nekünk való ez, Csabi, nem nekünk. Bocs, hogy most nem megyek, meghagyom a Ferinek. Nem, ne, Feri most Lungo Espresso-ban van. Expresszel ment át. Na, hívjuk a naphallgatóját. Okay. Jó. És elköszönünk. Azt tudtad egyébként, hogy Olaszországban mentek pont oda, ahova ti szoktatok menni? Travéjáltam mellé. Táját el le? Morning show. Az bizony, jó reggelt! Hello! Jó reggelt kívánok! Mit írtál nekünk SMS-ben, mert mindent bezártam véletlenül? Azt fogyasztam, hogy a Janinak a kedvenc címje a krémes kontra krémes. Ja, igen, tényleg ilyen krémes kontra krémes, igen. Jó az eredeti, de jó a feldolgozás is a krémes kontra krémes, igen. Hol hallgatsz minket? Dolgozok. De hogy helyileg? Ja, Budapesten. Budapesten. Oké, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. És köszönjük, hogy minket hallgattál, te vagy a naphallgatója. Ó, köszönöm, kiváló. Köszi.
Ciao. Hello, hello. Uh-huh. Valaki azt írja, hogy a Walking Dead egy ritka rossz sorozat. Nem baj, engedd el. Ja nem, most már biztos nem fogom megnézni az összes többi részt belőle, ha már jó. Három évadot végignéztem. Walking Dead az jó. Csabi kemre megzenei lesznek? Köszönöm kérdésed, és már régebb óta érdekel ez engem, hogy ti, akik dolgoztatok már zenetévében, és szoktatok-e néha klippeket nézni? Ezt figyelitek, hogy igen. Milyen klippeket készítenek az előadók? Nézzék klippeket, az MTV már egyáltalán mennek klippek, a zenetévén már szinte csak reality műsorok vannak. Ott a laptop előtted ért. A laptopod nem, én tévében néznék még, mint régen az MTV vagy a VH1, de nem látok már nagyon videóklippeket. 120 millióan kattintottak rá eddig a Shakirának meg a Riannának az új klipjére, ami oktatófilm lehetne bizonyos értelemben. Erős. Igen. És ezért kérdeztem, hogy azt láttátok-e? Mert Janinak... Nem csak tudom, hogy elég szexista, tehát hogy igen, a két lány gyömöszöli egymást. Na ezt most hozzá képzeljük. Igen. Van ez? Country member. Szóval ezt meghallgatjuk, hozzá képzeljük a képeket, és meghallgatjuk a következő órában. Jó, én egy Trivium videóklipet láttam a legutóbb, de azt nyilván nem annyira érdekel, hogyha nem vagy trash metal fan. Csabi jön a kívánság műsorra, a recept most nincsen, mert ugye Ferék szintem ebben a pillanatban jutottak be hova? Pizzába. Most Pernébe, nem? Most nem. Fuszilibe? Így van, Fuszili mellett vannak a közvetlenül Tortellini után. Igen, úgyhogy... Feri ma szerintem receptet nem rakott föl, de jövő héten már lesz. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok!